Ez itt a Morning Show, Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Jó reggel! This is Previously on Morning Show. Ez itt a Best of Morning Show. Na, amíg mi pihentünk, addig a hazai észventúra éjjel-nappal dolgozott. Bodzoliról van szó, ugyanis riasztották őt egy egészen fura esethez, és arra gondoltunk, felhívjuk, mondja el, hogy mi volt ez az eset. Röviden csak annyit, hogy egy nő felhívta éjszaka, hogy csipog az orchideája, és menjen ki. Csipog? Csipog az orchideája. Csipog. Aha. Csipog az orchideája, jöjjön ki, nézze meg. Kiderült, hogy a rendőrség adta meg a telefonszámát az Orinak, mert hogy csipog orchideákkal a rendőrség nem foglalkozik. Ja, aha, vagy ők nem tudtak vele mit kezdeni. Mondták, hogy ezt ők nem vesztek, nekik túl durva. Ők nem mennek csipogó valami az orhide a bokorban. Nem akart az orhide a túlsztárgyalni, nem engedte el a foglyokat, ezért kellett Bodzolit hívni. Tegye fel a kezét és sétáljon felénk! Lássuk mind a két kezét csipogó! Mondta az orhide. Döbbenetes a sztori, de Zoli kiment, és rájött, hogy miért csipog az orhidea, és ezt akarja most nekünk elmondani. De ez a többi orhidea tulajdonosnak is tanulságos, hogy mit csinálok, ha csipog a növény? Mit csinálják, ha éjszaka csipog az orhideán? Csipog az orhideán. Most a korábbi bodzolis sztorikból, most a legutóbbiakból kiindulva, amikor ugye kiderült az áspiskígyóról, hogy slag, meg hasonlók. Igen. A viperáról, hogy homoki sikló, meg nem tudom, meg egy sima mezei sikló. Itt is kb. Az történhetett, hogy valaki rettenetesen megunta, hogy még a nyári szünetről is állandóan csipog az a rohadt ébresztő raknyi. Az ablakon beesett a bokorba. És egy csipog az orhideán. Hát ugye a néni nagyon be van gombázva. De mindjárt elmondja nekünk Bodzoli, aki itt van már. Zoli, jó reggelt! Hello! Szia, Zoli! Jó reggelt! A csipogó orhidea. Hello! Na, tényleg megszólalt a telefonot, hogy menjél ki egy orhideához, ami csipog? Érzétek, hogy éjszaka. Már azt hittem, hogy a Szilágyi szórakozik velem. Szokás. Mikor gondoltam, hogy ő lehet a háttérben. Felhívott engemet egy hölgy éjjel, hogy a rendőrségtől kapta a telefonszámomat, hogy neki csipog az orhideája. De ez több napja hallja már. És hát gondolom, jót röhögtek a központban, a rendőrségi központban, és gondolták ez a Bodzolinak, hogy testhezálló feladat lett. Küldjük ez a csávó. És nagy már ki a Bodzoli számát, ilyen 3-kor, érted? És akkor felhívott engem a hölgy, elmesélte, hogy miről van szó. De várjál, hogy történt, megszólt a telefonon, te mindig felveszed? Tehát induljunk onnan, hogy álmosan beleszóltál. Fölveszem, álmosan beleszóltam, hogy halló, tessék, és akkor elmesélte ezt a... De várj, egy ilyen zaklatott hang. Bodzoltánnal beszélek. Hát tényleg, amúgy tényleg nagyon be volt parázva, és komolyan is gondolt. Én először azt hittem, hogy vicc, de komolyan is gondoltam. Mondom, először Szilágyira gondoltam, hogy ő szórakozik velem, és akkor utána... De várj, mit mondott? Tehát jó napot, hogy a Bodzolit keresem, igen? Elmondta, hogy miről van szó. Azt mondta, hogy neki csipog az orhideája. Tehát én még ilyet soha nem hallottam. Ne. Csipog, és ezzel a szóval csipog. Mondta, csipog az orhideája, és azt is mondta, hogy utána nézett ennek, és ez akkor lehetséges, hogy csipog, ha a madárpók költözik be az orhideába, illetve az orhideának a földjében, mert hogy ő most vett egy barkácsáruházba földet, ilyen orhidea különleges földet, és azt mondta, hogy lehetséges, hogy azzal a földdel együtt hoztak be madárpókokat, aha, és azok csipognak benne. Csipognak, mert hogy madárpók, és a madár az csipog. Adott hangot a nő, amikor betelefált, mondta, hogy megkérdezhet, hogy milyen hangot ad, és akkor mondta, hogy csipogja el? És akkor így elkezdettek csipogni, de ugye tehát ez a történet azért nem állja meg a helyét, mert ugye hát a pókok, a madárpókok azért nem csipognak. Tehát itt már kezdtem érezni, hogy itt valami, valószínűleg, hogy a szigetről itt duhatott hazafele a hölgy, és ott egy kicsit a kannásbor túlöntötte magának, tehát ilyen azért... És hogy csipogott? Azért, milyen hangot adott neked a telefonban, nő? Hát elmutatta, csíp, így mutatta. Nagyon jó. Engem most levert a víz. Úristen, azért fél kettőkor, fél háromkor valaki belecsipog a telefonodba, hogy a csipog az orhideája, azért az elég szürreális. Na de hát azért voltak már ilyen különleges sztorik is, de mondom, ez volt a legkülönlegesebb sztorim, és mivel én a szerzőtónál voltam, akkor megkérdeztem, hogy akkor induljak-e. Megkérdeztem, hogy először is miért nem az Oázis kertészetet hívta fel ilyen sztorival. Tehát miért pont a Bodzolit hívta fel, és a rendőrség az én számomat adta ki. És hogy tudtad megnyugtatni, vagy mivel beszéltél? Oda ment nem. Az orhideához? Először próbáltam még beszélgetni, hát azért nem mentem még oda az orhideához, először próbáltam nyugtatni a hölgyet, hogy tehát ilyen nincsen, hogy madárpók elkezd csipogni, tehát én még nem hallottam olyat, hogy egy pók csipog.
és akkor kezdte, hogy biztos, mondom, na, biztos, hogy ilyen nincsen, hogy csipog az Zoli, de és akkor elkezdtem rábeszélni, hogy ez valószínűleg, hogy halucinálja, és akkor már is itt a végén, hogy ezt ő halucinálja. Tehát finoman rábeszélted arra, hogy halucinál. Én praktikus tanácsokkal nem láttad el, hogy dobjon bele egy marék darát, vagy ilyesmi, hogy ha marad a csipogás, akkor eszik. És akkor végén, amikor megnyugtattam, akkor azért mondom, de azért adjon reggel egy legyet a földnek, mert a pókok azzal táplálkoznak. Aha, atya nem, Isten. Tehát, de ilyen nincsen, tehát azért gondoljunk bele, tehát én még ilyenre nem hallottam, hogy csipog az orhidea, meg a madárpók, ami benne van, tehát a pókok azért nem csipognak. Tartok én is otthon pókokat, a pókok nem csipognak. A csirkék szeretik az orhideát, hogy a szomszédból lehet, hogy átjött egy... Aznap éjszaka már nem hívott a nő többen? Tehát megnyugodott? Aznap éjszaka már nem hívott, másnap reggel hívott, illetve délőtt hívott még föl engem. Megint hallotta ezt a csipogást, de hát akkor már tisztának tűnt a nő, már mint akkor már nem volt annyira zavart, és akkor még egyszer megkérdezte, hogy ugye biztos nem fordult a mert ő retteg a pókoktól. Na jó, de akkor mit csipog? De igen, az ember is, hogy mit csipoghatott valójában. De egyáltalán ti elhiszitek, hogy valami ott csipog? Hát csak hallja. Hát valamit hallott. Valószínű, hogy valamit hallott, ha csak nem volt. Ha onnan hallja. Tehát én azért, én megmondom nektek, hogy azért kérdezgettem, utána kérdezgettem dolgoknak, mert ugye engem, másnap, mikor visszajött, engem sem hagyott nyugodni ez a dolog. És én utána kérdezgettem, hogy nehogy én legyek a hülye, de senki nem hallott még ilyenről. Senki nem hallott még ilyenről, hogy esetleg a világfölddel, ugye sok mindent be lehet hozni exotikus országokból, ugye déli gyümölcszállítmánnyal is korpolyót, madárpókot, ugye kígyókat, de olyanról még nem hallottam, hogy ugye a madárpókot behozzák földdel, és az elkezd csipogni. Hát ilyenről még nem hallottam, ilyenről nem is volt szó soha az életben. Hát hogyha rutinos lett volna, akkor azt mondtad volna, hogy van ennek a témának egy magyarországi szakértő, hogy csak ő tud segíteni, Szilágyinak hívják, ma is már mondom is a telefonszáma. De át kellett volna dobni, lehet, persze. Amúgy lehet, megfordult a fejembe, hogy ő az. Pont azért nem adtam meg az ő számát, mondjuk az kellett volna. De a Szilágyi nagyon el van foglalva, mert Veresegyházzal farkasokat szoptat már egész nyáron, úgyhogy... Farkasokat szoptat egész nyáron? Az melós, az egyébként fárasztó. Az, igen. Tehát egész nyáron farkasokat szoptatni, az így le a kalappal. Ráadásul talán hát, neugrálózni kell a csecsedet. Nyáron a mennyétet szoptattam. Zoli, ez hogy van, hogy gyakorlatilag a te telefonszámodat bárki megkapja, tehát betelefonál valaki a rendőrségre, hogy kígyó van nálam, akármi, akkor egyből téged kiadnak? Hát egyből. Ezek szerint hallod, hát a csipog orhidám is kiadnak. Most már csak ilyen melókra adják a telefonot, komolyabb melókra már nem a Szilágyit hívjak, már engem már csak ezek a csipog orhidákra fognak. Zoli, téged cumira tett az ORFK. Valószínű egyébként, igen. Hát, valószínű, én is úgy gondolom, hogy hát most már 16 év alatt most már gondolják, hogy ezeket a melókat lepasszoljuk a bozdolyok, szerintem ezzel ő majd tud vele mit kezdeni. És a nő ragaszkodott ahhoz, hogy egyébként kimenjél hozzá? Hát először még igen, aztán mikor elmeséltem neki, hogy ilyen valójában nem létezik, én még nem hallottam róla, meg nyugodjon meg a madárpókok. Tehát ő igazából a pókoktól félt, a rovaroktól, főleg a madárpóktól, mert azt hallotta, hogy ez valószínűleg madárpók lehetett. És akkor én mikor elmagyaráztam neki, hogy ilyen nincsen, én is tartogottam madárpókok, soha nem hallottam még ilyet, nem tapasztaltam még ilyet, és akkor szépen megnyugodott a hölgy. Mondjuk másnap, mint mondom, visszahívott, akkor már nyugodtabb volt, de akkor is elmagyaráztam neki. Igen, akkor azt mondta, hogy a hang után a tulipán. Menjen az oázis kertészetbe, hogy a Veresegyházi Maci Parkba, és keres a Szilágyi István, és beszélgessen vele. Ő a téma nagy szakértője. Hát kinézett magának egyébként, és ez lett volna így akart téged felszedni, hogy menj el hozzá, hát ha. És a fészkét is megtalálta, és nem bánná, ha feldúlnád. Táncsom fel a földet. Az ekémmel. Na jó, ez volt az egyetlen extrém hívásod, amíg Szabin voltunk, vagy Nyugi volt egyébként? Most ez. A csipogorhidán kívül? Igen, most ez volt, meg volt egy kígyó is Budapesten a harmadik kerületben, egy királypiton. Ez egy kisebb kígyó volt, az ténylegesen ott volt. Ugye ezek Afrikában élnek, ez egy ilyen 110 centis királypiton volt, valakitől megszökött vagy kidobta, de kint volt a közterületen. Aha. Egy játszótéren éppen készült el kapni nagymamát. Nem játszótéren volt, hanem ilyen hév megálló közelében. Megfogtad? Megfogtam.
Hát de lehet, hogy csak látogatóban ment a rokonok az Affinatori gátra. Azért bajban lennék egyébként, hogy ment a szigetre egyébként, igen, ment a Riannára. Nagyon szemült a Riannára. Kicsúszott a Riannára. Szóval ott állsz a tízemeletes alatt mondjuk, nem? Hetedikről tudod, eltűnt egy ilyen kígyó. Azért bajban lennék, milyen nyomok alapján induljak rá, nem? Viszonylag, hogy nagy terület előtt. Hát lehet kinyomozni. Tehát óriás, hogy te ezeket mindig megtalálod egyébként. Hát nem, nem volt nehéz, mert a rendőrök ott álltak mellette a rendőrautóval, tehát az nem volt nehéz. Hát úgy könnyű. Ott biztosították a helyszínt, amire kértem. De nem merte kiszállni? Ott követték lépésben? Álljon meg! Tehát egy jelzéssel. Először leigazoltották, gondolom én. Próbáltak leigazoltatni. Nem, hát azért hamar kiértem, úgyhogy azig ott álltak a rendőrök. Aha. És instruálták a kígyót egyébként, hogy csusszon a falhoz, kérem! Lássuk egy mind a két kettőt! Igen. Figyelj, azt írják, hogy a szén-dioxid jelző csipok, ha merül az elem, hogyha hív újra a nő, akkor azért mondd meg neki ezt is, hogy lehetek, nézesse meg. Ez lehet itt a probléma. Nézesse meg. Na jó van. Túl sok volt a gáz, hogy beszívott. Egy kicsit túltolta a szedúszent lett. Így van, mennyire kapható a gyógyszere is. Rivotrira nem szabad inni sokat. Karnás volt, meg főleg. Este sok kannásból nem szabad én, akkor csipogni fog az orhidea. Na jó van, Zolikám, figyelj ide, hát akkor jó munkát neked. Köszönöm szépen, kellemes. Most pihen Szabin, vagy éppen mondhatod, hogy nem vagy itthon? Nem vagyok a szelvizítónál, igen. Mi valami táboroztatás van, nem? Az volt, de volt, az már volt, annak már vége, ennek a gyerek. Ja, csak annyira kevesen mentek, hogy nem tudsz visszajönni, nincs pénz vonatra. Azóta itt vagyok. Nem, azért voltak, hála Istennek, azért voltak sokan. Hát most még lent töltöm ugye itt az augusztusomat, egy kicsit pihengetek, azt mondja, szeptembertől újra megyek iskolákba előadásokat tartani az állatkáimmal, úgyhogy még ezt a pár napot itt csak a nyárból kérvezem. Hát az egész augusztus, tehát küldünk neked buszjegyre. Hát nem maradjál, hát zöldhozatunk. Ha haza akarsz jönni, érted? Hát szükség van itt rá. Ha már a kedvesed, meg a számlák. Áthozatunk. Igen. Na jó van, Zoli, hát szeretjük. Vigyázz magadra akkor. Köszönöm szépen. Sok csiszi Zoli, de csáó, köszi Bozolinak, köszönjük szépen. Azért neki se könnyű. Annyi hülyével beszélni. Érted, főleg amikor az ügyeleten az ORFK-n ezzel múlatják az időt. Mit csináljunk? Tetriszezzük. Hívjuk fel annyira borszol, mert annyi valaki akkor a telefonszámát, hallott? A csipogorridás. Ő biztos, hogy szeretni fogja. Best of Morning Show. A Morning Show legjobb pillanatai. Nagyon érdekes hírre bukkantunk egy kínai cégvezető kapcsán, aki azt az utasítást adta az alkalmazottaknak, hogy minden Facebook posztját lájkolják, vagy ha nem teszik, akkor 2000 forintnak megfelelő pénzbüntetést kapnak. És ő egy utazási cég vezetője, aki egész egyszerűen kötelezővé tette az alkalmazottaknak, hogy szeressék a közösség oldalán közzétett bejegyzéseit. Ez a kínai sajtóban jelent meg, mármint a hír. 200 dolgozója van egyébként ennek a cégnek, és pénzbüntetéssel sújthatják őket, ha a cég szabályait figyelmen kívül hagyva nem kommentelik Zhang Ming vezérigazgató bejegyzéseit a legnagyobb kínai közösségi oldalon. Ami nem a Facebook, mert hogy nekik sajátjuk van. Saját kínai közösségi oldaluk van, így van. És a beszámoló szerint, a cikkírója szerint volt olyan dolgozó is, akit egy hónapon belül háromszor megbüntettek, mert nem szólt hozzá a nagyfőnök bejegyzéseihez. Gyönyörű történet egyébként. Pénzbüntetés jár azért is, ha a dolgozók nem a cég logójával ellátott táskával mennek munkába. Tehát a díj eléggé szigorú. És azt mondja a marketinges a cégnek, hogy azért kötelező a kommentelés, hogy növeljék a fiatal munkatársak munkaerkölcsét és lelkesedését. Aha. Nem tudom, mi iránt kell lelkesedni, vagy ezzel mit nevelnek. De várjál, Zhang Ming, a vezérigazgató, remélem, jól mondtam a nevét, ő miért posztolt? Tehát olyat, ami csak céges, és az kell, vagy egyébként az van, hogy Cukin otthon a gyerekeivel csinál egy... Nem, állítólag a cikk szerint céges dolgokat posztol, a legfrissebb vállalati híreket. Nagyon jó. Valamint motiváló szövegeket. Erről jut egyébként eszembe, hogy természetesen lájkoltam az összes friss bejegyzésed az Instán. Az jó, mert egy se volt. Nekem minden friss volt. Néztem, hogy lájkoljátok el, úgyhogy bünti lesz, hanem nem, most pihentettem. Az Insta oldal is szabadságra ment. Szóval, hát ő ilyen vállalati híreket posztol, és motiváló szövegeket is ír ki. És
Honnan nézik? Te megnézik, hogy mind a 200 alkalmazott lájkolta-e? Erre nyilván van plusz 200 ember a cégnél, aki nézi. Aki figyeli a posztokat. Nem, mert azért egy Coca-Cola-nál ez egy problémát jelentene, vagy valamilyen más multinál, hogyha mondjuk ott történne valami hasonló, tudod. 384.512, 384.513. Vagy ha megkapod, ezt leellenőrizzék, ilyen kínai cég, nem, még szerencsét csak 200-an vannak. Na, de nézzük meg, hogy hallgatóinknál van-e olyan főnök tényleg, aki vérciki dolgokat posztol, és nem azt mondom, hogy elvárja, hogy nektek azt szeretni, vagy lájkolni kelljen, de mégis valójában cikinek tartjátok, és de senki nem akarja, vagy nem meri neki megmondani, hogy ezt ne csinálja. Biztos itt is vannak ilyen főnökök, akik különböző szabadságon eltöltött, külföldön készült képekkel csesztetik a dolgozókat. De nyaller vagy, ha egyébként te figyeled a főnöködnek mondjuk a Facebookját? Hát inkább óvatos. Figyeled, hogy merre van, mikor van Szabi, mikor van bent, tehát nézed a főnök oldalát, abból nem lehet baj. Név nélkül vagy álnéven nyugodtan megírhatjátok, csak hogy mit posztol a főnök, miért tartjátok egyébként annyira kellemetlennek, és amikor tényleg kínos posztokat láttok, de nem kell, hogy főnök legyen, kolléga is legyen, mert ugye hát azért a kollégák nézik egymás Facebook oldalát. De nem mindig mondod meg, hogy figyelj, ne csináld, meg tök ciki, meg vettél valamit, ezt nem kell kiposztolni. Nagyon sok ilyen kellemetlen poszt születik. Amiről szíved szerint a munkahelyen megmondanád, nem? Hogy figyelj, ez nem, most kit érdekel, hogy te milyen répatortát tettél hétvégén? Hát akkor ne lájkold, ne nézd meg. Vagy azért mégiscsak kell, mert kolléga. Tudod, az ember ilyen, hogy azért fél, hogy lemarad valamiről, nézi, de ugyanakkor ítélkezik a poszt. Nézem itt amikor... a főnöknek a legfrissebb posztjét, azt mondja, hogy a macska rúgja meg, pont úton leszek Rióban, amikor a kajakosaink mennek az aranyért, a felhők fölül is, hajrá magyarok. Megnézem, hogy Rogán Antal ezt lájkolt. A macska rúgja meg. Tehát amikor tényleg a harmadik, negyedik fotót teszi ki a gyerekéről, vagy amikor a nyaraláson készült képeit kell bámulnod, mert a főnök minden pillanatban megoszt egy képet arról, hogy éppen hol nyaral, miközben te bent vagy a munkahelyen, és tolod az ipart. Istenem, hát alig tudom elfelejteni azt a nyaralását egyikünknek, amikor mi itt gályáztunk, és jött a medence koktél, emlékszel? Aha, de az nem közösség oldalra mennek, te e-mailben. Igen, hogy remélem, jól érzitek magatokat, én jól. Igen. Kitartás, jó erőt, és kémömös, és jó munkát kívánok neked. Én rögtön lementettem a spamek közé. Inspiráló jellegű volt, ahogy egy medencében egy koktéllal küldtem nektek egy képet. Azt hiszem, talán a kép alájára is az volt, hogy ilyenkor mindig azon gondolkozom, vajon hol rontottam el. Igen. Ezt írtam nektek. És tudtam, igen, hogy nagyon hideg van, nagyon dolgoztok, korán keltek, és nagyon melegben vagyok. De csak egy ilyen inspiráló jelleggel küldtem azt az e-mailt nektek. De közösségi oldalra nem tettem. Jó, de te legalább nem sértődsz meg, de vannak olyanok, akik konkrétan megsértődnek azon, hogyha a rokonok, ismerősök beosztottak, nem lájkolják, és aztán pedig őket... És jó, akkor ezt nem fogok ilyet sem posztolni. Én nem sértődöm, meg csak megjegyzem. Ja. Csak erre akkor minden valahol hátra. Odaírom a többi mellé. Így van. Na, tehát amikor tényleg a kolléga, a kolléganő, főnök negédes képeket posztol a párjával, miközben mindenki tudja, hogy egyébként dugja a titkárnőt. Áó! Tényleg? Amiénk? Nem az én főnökömről beszél. Már? Hisz még csak nem olyan rég jött. Nem erre gondolok. Amikor látod a feleségével a képeket, de közben tudod, hogy a Gizikével van viszonya. Vagy látod, hogy ő... Gizit ne kevered már bele. Hál' Isten, nincs Gizi a rádióban. Amikor posztol egy nagyon cuki képet a házi állatáról, de az állat bűnronda, és senki se szereti rajta. Amikor angyalkát csinál a hóban, és azt hiszi, hogy ez nagyon eredeti, és nagyon helyes, közben meg nem az. Jó, tehát írjátok meg kollégák, főnökök, idegesítő posztjait, és azt is írjátok meg, hogy miből van elegetek. Tehát mit tesz ki ő úgy az oldalára, hogy tényleg rémségesen kellemetlennek tartjátok. De persze az ember hülye, mert közben nézi, nem? Tehát a fönn vagy Facebookon egy csomó minden szembe jön veled úgy, hogy nem is biztos, hogy kíváncsi vagy rá, de... Hogy röhögjél rajta. Tehát, hogy tényleg fölmész és megnéz, és Jézusom, ez a barom már megint. Igen, megint egy traktoros ütöttél rántottát, és ezzel menőzik. Na, ezt küldjétek el nekünk, jó? Hogy mit csinálnak a kollégák és a főnökök a Facebookon. SMS számunk, ha valaki nem emlékeztet. Na, ugye arról beszélgettünk, hogy milyen érdekes ez a cikk, ami a kínai sajtóban jelent meg, miszerint egy cég
több mint 200 dolgozója kapott fejenként 50 juanos büntetést, amiért a cég szabályait figyelmen kívül hagyva nem szerették a vezérigazgató bejegyzéseit a legnagyobb kínai közösségi oldalon. És kiderült egyébként a hallgatói SMS-ek, hogy ezért ez nem csak Kínában van, Magyarországon is rengeteg olyan cég van, akik elvárják, hogy a beosztottak hát szeressék a főnök posztjait. Lájkolják, sőt, mint több figyelik, hogy ki csinálja és ki nem. És több juanos büntetést kapnak? És több és megbüntetik őket juanban. Igen, ez a pezóban kell befizetniük a büntetést. Hogy nehezítsék a dolgot. Igen, azt írja valaki nekünk, hogy a tiszafüredi önkormányzat Facebook bejegyzéseit a dolgozóknak kötelező lájkolni, figyeli, ki nem teszi. Ne hívjatok, írja egy hallgató. Az én főnököm, nagyon jó SMS-ek vannak egyébként, az én főnököm más horgászok által fogott halakkal fényképezkedik, és ha néha ő is fog, azt lefényképezi többször is más-más ruhában, és különböző napon tölti fel a képeket, hogy megint fogod. De onnan tudod, hogy te megismered? Erre mindjárt itt van a hallgató, aki elmondja. Nincs itt a hallgató, itt volt a hallgató, eltűnt a hallgató, jön a hallgató, nem jön a hallgató. Lehet, hogy szintén sporthorgász, és ott van a helyszínen, tehát hogy egy horgász versenyen simán előfordulhat, hogy látja, hogy valójában kifogkodni. Várj, várj, mondja, átöltözöm. Mindjárt meghallgatjuk, hogy mondja, de honnan ismered föl? Tehát a halat ismered meg, hogy ez egy másik rohad, de ugyanaz a hal, mert ugyanúgy kacsint, vagy ugyanolyan szemem? Minden esetre a főnök érdekes. A főnököm nemrég regisztrált a Facebookra, bejelölte, majd másnap megkérdezte, hogy nem lenne baj, ha nem igazolna vissza, mert nem akar sok hülyeséget az oldalán. Mondtam neki, hogy nem baj, természetesen másnap ő bejelölt engem, hogy letiltottam azonnal, és egész családját is nem értette, és azóta sem érti. Írte nekünk Normi. Azt mondja, hogy... A Facebookos bejegyzések közül a legbosszantóbb, amikor valaki a férjének, a feleségének, a gyerekének nyilvánosan kíván boldog szülőnapot, és köszönni az együtt töltött éveket, miközben egymás mellett ülnek a nappaliban. Igen. Az azért az picit túlra, azt is szeretem egyébként. Igen. Itt van egy hallgatónk, halló, jó reggel! Jó reggel, sziasztok! Hello! Laci vagyok. Na, te írtad a halas SMS-t? Igen, igen, én írtam. Tehát, mert hogy mit csinál, hogy kifog egy halat? Hát elmegy horgászni, és például, hogyha nem fog semmit, ha nem fog semmi halat, akkor így körbe megy a tó szélén, és akkor akik fognak halat, elkérje a szágból, hogy lefényképezzem magát vele. Hogy buktattátok le, vagy hogy jöttetek erre rá? Hát ezt így igazából mi kollégák így tudjuk. De valahogy elmeséltem, meg valahogy, meg például, hogyha ő fog egy halat, akkor azt ilyen 2-3 átöltözéssel lefényképezi, és egy-két napos eltolásukkal feltölti magához. De képzeld, mi meló van ebben? Uh-huh. Tehát elviszed a ruhákat, több szettel készülsz, tartod a halad, odaadod valakinek, átöltözöl még hát? Egy fotó, megint átöltözöl. Nem, az átöltözős fotók azok otthon készülnek. Ja, igen, ja. Tehát nincsen külön ilyen sporthorgász stylistja. Nem. Aha, de figyelj, azért valahol ez jó, tehát ugye a te főnököd a civil életben sem tudja feldolgozni a sikertelenséget. És ez a horgászat a gyenge pontja neki nagyon. És a halat is veszi az otthoni fényképet? Olyan már volt, hogy még nem engedett ki a mirevit? Igen, vagy láttátok egy Tesco-ba, hogy egy sámlira állva nyomja bele a fejét az akváriumba, és próbál egy halat kifogni egy horgászbottal a kezébe áll a felesége mellett? Hogy ilyen ügyen nem, már. Azt még nem láttuk. Fotozzunk már. És ezzel szembesítettétek egyébként? Hát ő szoktuk vele piszkálni, igen, de szegény nagyon a lelkére veszi, úgyhogy nem sűrűn. És ő elvárja egyébként, hogy visszaigazoljátok a posztokat? Vagy hogy bejelöljétek? Vagy hogy lájkoljátok? Nem, elvárni nem várja el, de azért be szoktuk lájkolni neki. Hadd örüljön. Sőt, egy-két szemét kommentet is oda szoktunk. Beírtok kommenteket. Ez jó kapcsolat kell hozzá. Ja. Na jó, köszi, hogy elmondtad. Jó munkát. Nagyon szívesen. Ciao, hello. Az én volt főnököm Gyúr, ezt figyeld. A fészen lájkolni kellett a képeit. Aki nem tette, azt lehívta a terembe, mondván, most mutasd meg, mit tudsz. Mennyiben nyomsz. Mintha megsértette volna. Nem lájkolod a képeimet? Aha. Gyere le, fekve nyomni. Ott vagyok a Nagyvárad téren, a Kordi teremben. Sehol egy lájk, szóval csíra vagyok. Mennyit nyomsz fel, kis tezó? Mennyivel hátozott? Rohadék. Óriási. Nagyon jó. Jó, tudtuk, hogy azért ez nem csak Kínában van. Szóval erre abszolút számítottunk, hogy ez itt lesz. A férfi kollégának írta meg egy kollégina, hogy sajnos nem tud jönni dolgozni, mert fáj a puncia, ha pisil. És ezt kirakta a közösségi oldalra is. Hát ez... Közösbe gyerünk. Igen. Ádám vagyok, nekem van egy olyan kollégám, aki minden helyen csinál egy szelfit. Mikor elmegyünk kutyát sétáltatni, csinálja a szelfiket. Rohadtul irritál ez a szelfizgetés, amikor megszólom miatt, akkor még én vagyok lekiabálva. Várandos kolléganő posztol képeket a hasáról. 9-7-esek, 11 naposak. Folyamatosan. Vagyunk, igen.
Az én főnököm kitette egyszer, hogy kiherélték a kutyáját, egyébként részeképeket szokott minden hétvégén feltenni. Na, igazi ember. Jó, arról lehet, hogy nem is tud. Igen. A főnököm olyan hülye a Facebookhoz, hogy csak na, néha kírja a saját falára, hogy boldog születésnapot, nem tudjuk kinek szánta. Mindenkinek, akinek van. Gyerekek, vegyétek át fel a Facebookot, most nem igen. Jól csinálja. Nincs semmi egy nagy Facebookozó, de ezt nem így kell. De lehet, hogy mindig felköszönti magának. Vagy magának üzen. Az is. Nem? Igen. Minden nap egy új nap. Boldog születésnapot. Boldog születésnapot. Lajos. Elindul. És aztán ez megírja saját magának. Az én főnököm állandóan okoskodó idézeteket osztogat meg tele helyesírási hibával. Annyira odaírnám a helyes írásmódot. Nem írta alá, csak egy albetűt küldött. Tényleg ezek az okoskodó idézetek is, nem? De minek? Tehát, hogy az a minek kategória, nem? Amikor hát, hogy ilyen bölcsebbnek tűnsz, vagy olvasottnak, de nyilvánvalóan kimásolod. Halálosan kellemetlen. 500-szor körbe ment a neten. Az a ciki. Igen, hogy egyszer lenne fent valami nagy okosság, miután ott van zárója, hogy én. Aláírás. Hogy én. Az tőle származik. Igen. A főnököm elvált, és az internetről letölt 18 pluszos képeket, aztán azokat tölti fel a Facebookra, azzal a címszóval, hogy az új csajom. Jézus, de kellemetlen. Jézus, de kellemetlen. El nem bírom képzelni, hogy mit csinál ezekkel a képekkel, vagy a képek láttán. Jó a műsor. Az milyen menő tényleg, mikor letöltesz egy validegenőt, és fölrakod, hogy az új csajom, és tudod, valamilyen képkeresőből van. Úristen. Rosszlányok.hu. Úristen, de kellemetlen. Igen. Nálunk az egyik tanárnő folyamatosan macskákat és kávékat posztol óránként váltogatva. Kit érdekel? Annyira unalmas. Igen. Macskákat és kávét. Mi az, hogy kávékat? Kávézom. Mert a macskát értem, de hogy mit kávézom macska, vagy mit csinál? Aranyos presszó kávé. Frissen főtt ristretto, nézd meg milyen jó, és lefotózod a csészét. Fú, de beteg. Mi köszönjük. És ünneplapokon pedig macska és kávé egyszer. Főnök 40 képet posztolt a csendes óceáni útjáról, nem sajnálom, hisz keményen megdolgoztam érte. Ja. Hát, ez abszolút, abszolút jó. Én ezzel bosszantom a beosztottjaimat, írja nekünk egy hallgató, csak aztán belájkolt valamit, vagy berakott egy linket, amit viszont most nem tudok megnézni. Az hogy van tényleg, hogy ülsz valakivel a nappaliba és boldog születésnapot kívánsz, úgyhogy közösen ültök ott? Ez ilyen kifelé kívánás, nem? Igen, hogy lássak, hogy milyen figyelmes vagy. Milyen szépen élnek. A volt csoportvezetőm állandóan migránsokkal kapcsolatos híreket posztol. Kemény, őt elérte. Utolérte a betalált, igen. Október elején dolgod van, tudod. Nálam működött a csak egy perc. Igen. Hát azt mondják, egy kutatás szerint, hogy a macskás kávés képek a legkelendőbbek. Hogy ne, mert a kávés miért? Bármikor. Lekutatták, hogy milyen képeket szeretnek a felhasználók. És azt mondja, macskás kávés. Macskás kávés, igen. És nagyon szeretik, igen, ezt lekutatták, illetve a privát fotók, amik benne. Vettem észre, mert a véradás a hátsó udvarban ülői 102 klassz FM, azt kap mindig ilyen 150 lájkot. Én azt is csodálom, aki ezt bejákolja. 1854, igen. Macska hanyat, macska háton, macska alszik, macska ülő. Egy véradás az ülői úton, a csoda a 150 lájk. Ne is tehát, hogy jó, tegyük össze a kezünket, gyönyörű a kép. Én nem is a lájkot meg nem mozdítanám a kezemet, hogy lájkoljak egy ilyen képet, mert hogy miért? Én a megosztás részét azt sajnálom egy picit, mert a macskából biztos valami 800-900 darab megosztást. Megcsabálom. Nem a tiéd, mint zabálsz rajta. Igen. Régebbi munkájában ügyfélszolgálatos voltam, nehezen tudtunk szünetre menni, vécérés csak meghatározott idő volt. Kollégán kiment, csak nagy dolgokat, nem akart, hogy lecseszék, és szólni akart, hogy nehéz dolga van. Erről a Facebookon beteggelt minket, hogy vécén vagyok, és... Ádám elküldte. Ádám elküldte nekünk. Atya úristen. Mi van? Tehát ezt nem értem, hogy meg kellett indokolnia, hogy hol van, azért, hogy ne bántsák? Igen, mert hogy nincs szünet. Ja, nem tudsz ugye nagy dologra ment ki, nyilván rájött a szükség, és úgy gondolta, hogy szól a többieknek, de ezt egy nyilvános posztba tette ki. Az én főnököm énekel, bár ne tenni, YouTube videóit körbe küld és lájkolni kell. Peter Music. Így hívják őt. Majd mindjárt megnyitom nekem. Azonnal keresetek rá. Peter Music a YouTube-on találjátok meg egyébként. Istenem. Ja, értem, aha, most értettem meg, tehát hogy a Facebook írja, hogy hol vagy, és ő berakta, hogy a WC-n van. Igen, de ráadásul a kollégákat ugye beteggelte, tehát hogy lássák ők azonnal, és oda is írta, hogy... Hogy te most hol vagy, igen. Hol vagy valójában. Na jó, hát gondoltuk, igen, hogy azért ez nem csak Kínában megy. Az egyik viszont eladom, a gerinc sérvét posztolta, befőttes üvegbe zárva egy elköszönős verssel.
kitetted, aki, ez olyan, mintha az én a púpomat lefotóztam volna, és kiteszem. Kiraknád a púpodat, igen. Ha kivett púpomat? Kiraktam. Igen, a gerincsérvét pocsolta, befektésével bezárva. Egy elköszönös vers, hogy elköszönt a gerincsérvétől, megkapta a kis sérvet. Kedves kicsi gerincsérv. Búcsúzom most tőled én. Aha. Valószínűleg volt egy sikeres operáció, és elbúcsúzott a gerincsérvétől. Ez nagyon gusztosos, tényleg. Hogy ez itt a fekélyem, gyűlés közben, és kifakadás után. Tehát. Itt van Péter Music. Igen, egész komoly lájkjai vannak, vagy lájkszámai vannak. Muszáj. Hát, van. Jó, de folyamatosan csökken, meg növekszik ezek szerint a cégnek a... Ez nem indul el. A kapella énekel, Péter. Ez az? Spanyolország. Mário. Ez, ő nem az. De, Péter Music és Deák Márton. Aha. Fú, de utálom ezt a dal. Nem, nincs benne. Oké, nem, ez nem az, amit keresünk. Ez nem az, amit keresünk. Igen, mindent ő egyedül énekel föl. Igen. Van pár kollégám, akik a súlyzózásról posztolnak folyamatosan. Szóltam, hogy kellene egy kis segítség, rönköt kellene hasítani, nem jelentkeztek, majd felkerült egy poszt, mint egy teherautón, külső gumit püfölnek felváltva. Mert ez micsoda jó erőléti edzés. Tobi küldte nekünk. Az én főnököm megtiltott, hogy bármilyen a saját cégihez hasonlóan foglalkozó cég oldalát lájkoljuk, egyszer megtettem, majdnem kirúgott. Ezt mondjuk értem, tehát ez értem. Igen, legyél lojális a saját cégedhez, ne másokat. Igen, ez abszolút. Igen. Az én főnököm férfi, folyamatosan szingli lányokkal akar ismerkedni a közösségi oldalon, mert a feleségének nincs Facebookja. Van egy 8 éves lánya is, ez Dávid. Dávid küldte nekünk. Hát igen, arról is lehetne azért mesélni. Na jól van. Oké, hát köszönjük szépen az SMS-eket. Hölgyeim és uraim, ez történt a Morning Show-ban. Olvastátok azt a cikket, igen, hogy Kínában mi történt egy férfival? A tévedésből megműtötték? Elképesztő a történet. Folyosón várta, hogy a felesége megszűjön. Teljesen bizarr a történet, de próbáljuk el. Látok, hogy csápat. Próbáljuk elképzelni, hogy történt. Mert hogy őt megműtötték. A Kínából érkező sztorik egyébként mindig szenzációsak. És arról szólt a dolog, hogy ahogy mondtam, ő egyébként 29 évesen várta a feleségét, aki bent szült. Ez a kínai sajtó jelentette. Wang, de miért ennyire köszönhetős az a sztori, hogy van, a Wang vezeték nevű férfi elmondta, persze, hogy 40 perce várakozott a műtő előtt, ahol a negyed császármetszés végeztek, amikor a szomszédos műtőből egy orvos kiért, beparancsolta a helységben, majd felszólította, hogy vegye le a nadrágját. És megcsinálta. Igaz. Menjünk végig a története, mert érdekes, igen, próbáljuk felgöngyölni, hogy ez hogy zajlik valójában, vagy mi mit tennénk hasonló helyzetben. Wang azt mondta, hogy magyarázatot követel erre a viselkedésre, de oké, csak annyit mondott, tegye, amit mondanak. Lássuk a Wangját. Attól tartva, hogy ki fogják nevetni, ha többet kérdez, mondta Wang, engedelmeskedett, majd lefeküdt a műtőasztalra. Ahogy gyorsan végre is hajtották rajta a műtétet, egy aranyér eltávolítás. Hát akkor jól járt, hát volt neki. És véletlenül egy vasfoslécen. Igen. Wang az eset után magyarázatot követelt a kórháztól a hihetetlen eset miatt. A kórház közölte, hogy tévedés történt, 5000 juanos, nagyjából 200 000 forintos fájdalomdíjat ajánlottak fel, hozzátéve a férfinek, egyébként tényleg volt aranyére. Hát na, akkor örüljön neki. De lehet, hogy egy másik Wang be volt írva aranyér műtétre? Ott ugye sok a Wang Kínában. Ugye? Tehát egyébként ez lehet simán. Na, erre nézzük meg, hogy történik. Állsz ott kint. Ott te vagy Wang. Én állok a falnál, van, izgulok. A falnál állsz, nagyon izgulsz. Igen, anya miatt. Ilyen pszichózisban vagy, nagyon izgulsz, nem tudod, mi van. Ugye, amikor a feleséget szül, akkor eleve nem tudod, hogy mi történik. Tehát ez egy fura, kiszolgáltatott vagy. Elképzelhető, hogy egy doki rád parancsol, hogy menj be abba a szobába. Én még oda bemegyek, azt hiszem, hogy ott közölni akarnak valami itt, vagy ott várhatom majd meg a feleségemet, vagy ott adják oda a babát. Én még oda bemegyek, nem? Igen. A szobába még bemegyünk. Wangok vagyunk, bemegyünk a szobába. Sápat vagy nagyon. Sápat vagy az arcodtól. Ja, azt mondjuk, hogy nagyon gyorsan üljön le, igyen egy pohár vizet, mérnek nálad egy vérnyomás, és kiderül, hogy nagyon magas a vérnyomás. Mi lehet az oka? Gyorsan egy gyors csekkolás, egy felülvizsgálat. Kiderül, hogy az izgalomtól kijött az aranyered. Tehát annyira pulzált a szíved, hogy kijött az aranyered. Így vert a szíved, és kijött az aranyered. De azért, ha feküdj le az asztalra, ott azért már kellett volna, hogy valami derengjen. Ha letolja a nadrágját, az szerintem az még gyanúsabb, mint az asztalra fekvés. Igen, a tolja le a nadrágját. Ez már nehezen megmagyarázható.
Uh-huh. Valószínű, hogy a kínaiak egyébként ilyen nagyon most jól irányítottak. Tehát... Jézusom, akkor mekkora. Tehát a kínaiak valószínűleg az alázat és a dokik iránti tisztelet az erősebb, mint bennünk, tehát ott van ez az alá fölé rendelt viszony, ott neked igen. valamit mondanak, azt te a végrehajtod. A told ne a nadrágodat, az már azért egy picit erős. A sok. Mit gondolhatod közben? Egy érdeklődő orvos. Továbbképzés. Ha feküdj fel az asztalra, azt el sem tudom képzelni. Hát az nyilván nem fekszel fel. Jó, nem? Meg az, hogy ott abban a pillanatban meg is műtenek, tehát hogy azért az... Hát nem, nincsen valami altatás előtte? Vagy ez náluk helyi érzéslenítéssel működik? Egy ilyen műtét? Tényleg nekem még nem volt, de én úgy gondolom, hogy ez egy picit bonyolultabb, összetettebb dolog, mint hogy feküdjön fel az asztalra. Ne, az ilyen ambulális. Hamar megvan. Az semmi, oda mész, elkötik, kiégeti, viszlát. Azt hiszem. Nem ma elkötik és kiégetik. Igen, azt hiszem úgy van, hogy így körbe... Kiégetik. Igen, leégetik. Én úgy tudom az aranyeret, nem? Na, őszintén valaki kinek volt? Senkinek? Mi? Mi? Ne csak érzem, hogy őszintén kinek volt, nem ért kamuzni. Hm? Nincsen. Mert mindig úgy fészkelődtek ülés közben, nem? És az ülő párna is gyanús. Balra ültek, jobbra ültek, úgy látom, hogy egy nagy fészkelődés van. Az enyém a legszarabb. Fotel, azért fészkelődök. Teljesen életszerűtlen, hogy valaki így végrehajtsanak egy aranyér műtétet. Ezt nem tudom egyszerűen elképzelni. De amikor már mesztelen vagy fönt fekszel, akkor meg már nem tudom, hogy csinálják. Lehet, hogy annyira profik, hogy észre se vette. Csak mi ez az éget szak? Már semmi. És kiégetik az aranyelét. Szerintem... De milyen jó, hogy nem egy komoly szívátültetés, vagy egy bypass műtét, vagy valamit, nem? Képzeled, és megjelenik egy maszkos csávó, altatógázt tesz a fejedre, szépen bealszol, és közben van egy vesátültetésed, nem? Igen, felébredsz, és magad mellett ott találsz, hogy talán én egy doboz desszertet, némi vágott virágot, meg egy cetlőt, köszönjük a vesét. Igen, egy doboz virup. És hirtelen elkezdte tépni le magadon a pulót, és találsz egy vágást az oldalagon, 30 darab öltéssel. Teljesen életszerű. Én az a baj, el tudom képzelni. Tehát ezért el tudom képzelni, hogy bizonyos embereknél nem, én a kínaiakat én nagyon irányítottnak oda. Én voltam Kínában, és ott tényleg, tehát a japánok és a kínaiak is baromi furcsák. Tehát Japánban teljesen megszokott dolog az, hogy van egy építkezés, és az építkezés elején áll egy ember egy táblával a kezébe, és amit egyébként te kikerülnél, mert ott van nem tudom, egy esztergagép, ő egy táblával integet neked, hogy ott van egy esztergagép, került ki. De és 12 órában az a feladata, hogy egy táblával szóljon, hogy a következő pillanatban ott van egy gép, az került ki, vagy lesz egy lépcső, azon lépjél le. Három ember irányítja csak az embereket az építkezésnél, hogy ott lépcső van, vigyázz. És erre beállítanak egy embert 0-24-be. Ki táblával jelzi és integet, hogy vigyázz, lépcső. És megköszönik a japánok, és meg észreveszik a lépcsőt, és lemennek. Teljesen beteg. Te egyébként is látnád. Nyilván látnád, de oda állítanak egy embert, akinek az a feladata, hogy szóljon, hogy ott lépcső van. Hát nálunk meg egy lapátoló mellett mindig van 10 revizor. Igen. Aki figyel. De nem, mert nekik is van lapátjuk, csak ők támaszkodnak. Igen, meg picit gyorsabban. Nekik olyan gépesített lapátjuk van egyszerre. 4 munka folyamatot a végezés. Ilyen műtétes dolog Magyarországon is volt egyébként, mandulával. Hogy valaki várakozott? Mandula Petrával? Nem mandula Petrával, hanem hogy mandula. Hívjuk csak Petrát. Miért kell ilyen szigorúan külön egy mandulával? Ne, bement valamiért látogatni. Hogy volt az, nem emlékeztek rá, pár évvel ezelőtt bement látogatni valaki, és akkor közben ott őt kivizsgálták. De ő is itt csodálkozott, hogy most ahhoz kell, hogy bemenjél egy műtött emberhez. Tehát egy nagyobb műtétje volt annak, akihez ment. És akkor mondták, hogy jó, akkor kérjük a következőt, ő ott állt. Bement, hát megnézték. Szólsz, nem? És mondták, hogy jó, akkor ez befekvés, ahogy megvan beszélve, kedves beteg. Hogy csak látogatóba jött, nem jó, ezt bárki mondhatja. Igen. Jó, most már ne visszakozzunk. Ja, igen. Hatóan gennyes, ki kell venni. Túl leszünk rajta. És kivették. Volt, és valami volt, valami, igen, ez volt a sztori vége, hogy úgy vették ki a manduláját, hogy ő tulajdonképpen nem azért ment be. De ő is jól járt, tehát mint az aranyeres. Na, drága hallgatók, te írjatok már, hát ha találunk olyan hallgatót, akin valamit elnéztek, és nem azt csinálták meg rajta, amit meg kellett. Tehát befeküdt, ír egy hallgató, Balassagyarmaton kórházban történt, bokatörött és bokaficcam két különböző ember, egyik legény búcsú, másik vőlegény. Összekeverték őket, a bokatöröttet hazaküldték, a ficca most megcsavarozták. Azóta se jár normálisan. Jézus Atya Úristen. Hát ha találunk tényleg valakit, aki talált magában egy ollót, vagy belevartak valamit, vagy elnézték, és mást műtöttek meg rajta, mint igen, amit meg kellett volna. Meg te a tojást kakilt meg. Na, mert hallok, de ilyen történeteket, amiket tényleg hallani, hogy műtét közben egyébként benned hagynak dolgokat. Tehát ugye, hogy tesznek, vesznek, végig mennek egy listán, de hogy a végén mégiscsak marad benned valami, amit ugye hát...
nem vesznek észre, csak aztán nem tud becsekolni feljegyem, mert mindig jel ez a kapu, és nem érted, hogy... Már nincs rajtam sem, ott már vesztelenül vagy, érted, megy a járatod, és még mindig baromira csipogsz, aztán kiderült, hogy benne hagytak egy bozót vágót. Szóval írjatok már, drága hallgató, aki átesett ilyen fajta orvosi műhibán tulajdonképpen, hogy nem az, azon testrészét műtötték meg, kötözték be, gipszelték be, látták el, nyúltak hozzá, kezdték el vizsgálni, tehát nem kell menni végletekbe, hogy tényleg a jó lábával történt valami, csak más kezdtek el rajta gyógyítani, mint amivel ő valójában oda ment vagy oda küldték. Aki így felébredt, és akkor mondták neki, hogy sajnos nem tudtuk megmenteni a jobb lábát és a beteg balt. Nem, na, nem ilyen végletekre gondoltam. Nem, igen, a műtét sikerült, ez a jó hír, a rossz hír, hogy elnéztük. Te nem erre gondolok, hanem amikor hát ennél enyhébb esetekre. Amikor egyszerűen csak tényleg félrekezeltek benneteket, és valami egészen mást kezdtek el rajtatok meggyógyítani. Rossz fogfúrás? Neked? Nem neked volt? Ja, hát de... Kifúrták a rossz fogadat? Nem, hát ez vagy a jó fogadat? Nem, a főorvosú nyugdíj előtt még egyet gyorsan. Egy bosszú az egy, összes egy, addig egy gyorsan csiszolt még, és ez az én fogam volt, amit csiszolt, és így szerintem egy picit így elgondolkodott az elmúlt évtizedek sikeres beavatkozásai, meg hogy milyen hosszú időt töltött el az STK-ban, és hogy mennyire szerették a kollégák, és közben fúrt, rendületlenül, és... Átvette az összes ajándékcsomót, éppen akkor köszöntötték föl, elmondták a köszönő beszédet. Fúrt még egy kicsit, mindenki a nyakába borult, megkapta az ajándékot, az évi prémiumát, csak fúrt közben, csak fúrt. Igen, nagyon ült az aranyórának is. De mi, ő elnézett valamit a fogadban? Hát egy picit elidőzött fúrás közben így, és... Nem lehet, hogy elaludt? Ja, de benne volt ez is a pakliban. Néztél, csuka volt a szám, amikor elnéztél? Nagyon fura volt egyébként, hogy a homlok az én homlokomon támaszkodott hosszú percekkel keresztül. Doktor úr, nem lesz már elég? És lemetszette. És megaludt egy picit a tája szájába, és így eltüntette a fél fogamat. Nem kellett volna, mert nem volt annyira lukas. Igazából csak egy sima tömésre jelentkeztem be. Valószínűleg egy picit már a vérnyomásra problémák voltak. Leesett a vérnyomása, elaludt, és lefúrta a gyökércsatornáig. Kivette észre? Fölébresztették, hogy megszólalt a telefonja? Hát, amikor nyúltam a nyelvemmel, és nem találtam fogat jóformán, ott azon a részen, akkor az egy picit problémás volt. És ugye az volt a baj, hogy a peremet is lecsiszolta, és nekem azóta is van egy finom kis problémám ezzel a foggal, de mondták egyébként, hogy nagyon kedves, nagyon rendes ember volt, és hogy egyébként a szakmája mestere volt. És 60 évig csodálatosan dolgozott. Igen. De miért mindig te futsz ezekbe bele? Komolyan mondom, nem értem. Hát, mert te hagyja elrohadni a fogaidat. Ez is igaz. Én nem járok kérni Mengele inkarnációkhoz. Akik elhalszanak fogtömés közben. Jó, de hallottakról vagy jótak sem. Úristen. Ide egy hallgató, hogy tökéletesen igaza van egyébként, jó felvetés, hogy soha nem érik utol a kínaiakat. Nálunk egy vakbőrműtétre 3 hónapot kell válni, náluk csak arra jársz és megoperálnak. Tehát ez a kínai egészségügy, de tényleg. Tehát itt egy csípőprotézisre a várakozás, nem tudom, 1000 nap. Elébe mennek a dolgoknak. 900 nap, ha nagyon iparkodnak, le tudják menni 600 napra. Ott meg bemészül a feleséged. Kettőt egy csapásra. Nem is volt aranyám, de lehetett volna. Most már nem is lesz, bevartuk a fenekét. Nézd, ezzel a csövön keresztül fog most már kaki. Na, drága hallgatók, írjátok meg nekünk, jó? Mit néztek el rajtatok? Milyen kezelést akartak végezni, mit végeztek helyette? Mi történt? Hogy történt? Küldjetek el nekünk SMS-ben. Jó, egy kicsit kutakodjunk a magyar egészségügyben. Nem bántva őket, mert harcias csatát vívnak minden nap, de hát azért vannak ott is néha műhibák. És Claudia írja, hogy most akkor jössz vagy nem jössz, tartsam-e melegen a poharat, vagy sem, tényleg. Úgy érzem, Jani átlépett a szakítás fázisában. Tehát várakozás, reménykedés, durculás, szakítás, harag, elengedés. Mit szórakozol, mert mit hűítesz? Megvannak a különböző állomások egy szakításban is. Most a harag korszakában vagy. Majd jön a miért pont én, az elfogadás, ellenállás, elfogadás, beletörődés. Alig tudom, így is otthon, hogy mit flörtölgetek itt mindenféle idegen nőkkel adásban. Be se tolod a képet? De ennyit ér a szerelem. Kitobok mindjárt mindent a... Na, drága hallgatók, írjátok meg, ha rossz fogatokat húzták ki, jó? Vagy ha másnak hadd nem essünk. Ez itt a Morning Show, a Klassz FM-en. 3:49 lesz pontosan 6 perc múlva. Hello mindenkinek. Drága Morning Show hallgatók, itt vagyunk, arról beszélgettünk, hogy tévedésből megműtöttek egy kínai férfit, aki a folyosón várt, hogy a felesége megszűjön.
behívták, felfektették egy asztalra, és eltávolították az aranyerét. Hát most hisszük, nem hisszük, persze nyilván. A kínai sajtó hozta le egyébként ezt a történetet, és így vették át különböző hírügynökségek. A férfi panaszt tett, 200.000 forintos fájdalomdíjat ajánlottak fel neki, de a kórház zárójában hozzátett, hogy egyébként nem tévedtek akkorát, mert volt aranyere. Más kérdés, hogy kerülsz el odáig, hogy felfeküdjél egy asztalra, letold a nadrágodat, és idegen férfiak turkálják a fenekedbe, úgyhogy még mindig nem mondod el, hogy te csak azért jöttél, hogy végre túl legyen az, hogy megszűlje a kicsi kis minget hát, a másik szobában, igen. Neked pedig nagyban távolítják már el az aranyeredet. Ez azért kell egyfajta előélet, nem? Hogy az embernek legyen egyfajta rutinja ebben a dologban. Hát vagy alázatosság, vagy konfliktuskerülés, hívják ezt bárhogy igazából. Azt mondták, feküdj le, lefekszel. Egy köpenyes ember mondta, ő a doki, megcsinálod. Pártunkért, népünkért minden. Igen, én csak azt gondolom, hogy ez lehet a magyarázat. Na és arról beszéltünk, hogy illetve pontosabban arra kértünk meneteket, írjátok meg nekünk, amikor veletek kapcsolatban hibáztak, nyilván könnyedebb történeteket várunk most, tehát nem akarunk mi nagy orvosi műhiba pereket felgöngyölíteni, csak amikor azt láttátok, hogy rossz bokátokhoz nyúlnak, rossz fogat kezdtek el kezelni, vagy a műtét után jöttetek rá, hogy nem egészen ezért feküdtetek be a kórházba, ami történt veletek. Azt hittük, egy-két történet fog jönni, de rengetegen írnak, hogy mit néztek el rajtuk a hallgatóink közül. Hihetetlen sok SMS jött. Van egy hallgatónk a vonalban, halló, jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Tibor, hello Tibor! Szia! Sziasztok! Megműtöttek rajtad valamit úgy, hogy nem kellett volna? Nem egészen. Lényeg az az, hogy én 90-es években lettem volna katona az elején, 74-es vagyok, és hát meg akartam úszni. És volt egy családbarát orvos, aki azt mondta, hogy menjek be, a térd az jó lesz, mert én amúgy is fotballoztam, és mondta, hogy a térd az nagyon jó lesz, ír egy ilyen papírt róla, és akkor menjek be utána a János kórházba, és majd ott majd intézzük a többit. Uh-huh. Csak én elnéztem az dátumot, tehát én egy nappal előbb érkeztem, mint ahogy kellett volna, viszont ez a papír ugye mondta, hogy hozzam magammal, tehát hogy teljesen hivatalos legyen. Ezt én odaadtam ezt a papírt, akkor egy másik orvos volt, és mondta, hogy hát akkor nagyon szerencsém van, mert pont van egy üres hely, és akkor befekszem. Én megmondtam, hogy milyen profik, meg is csinálják így az egészet, hogy teljesen nyoma legyen, hogy mindenki figyeljen rám. Aha. És akkor beültettek, kaptam egy spinális érzéstelenítőt, erre is mondtam, hogy milyen profik, már eddig biztos be kell szúrni ide hátra, hogy lássák, hogyha esetleg valaki... Júj, de nagy! Hogyha azt is megnézik. És akkor megtörtént a műtét. Másnap, ugye én hát ilyen félkomáson így fölkeltem, gondolom jött be a dokim, megnézte, hogy kit műtöttek meg előző nap, és meglátta a nevemet. Futott be, és őrjöngött, és mondta, hogy mit csináltam, hát ma kellett volna jönnöm. De akkor megműtöttek? Hát akkor így kezdtem a beszélgetés, hogy téged megműtöttek volna, mert nem kellett volna, és az oda nem egészen, aztán elmesélted, hogy megműtöttek volna, megműtöttek, hogy nem kellett. Tulajdonképpen igen, csak hát nem, igen, tehát nem mást kellett volna megműteni, meg semmit nem kellett volna tulajdonképpen megműteni. És még a műtét előtt is mondtad, milyen hitelesen. Tulajdonképpen egy artroszkópiás műtét volt, tehát nem volt egy olyan hú, de komoly, de hát azért mégis megcsinálták. Hát azért műtét. Gondoltad, hát ezek hitelesek. És én végigmondtam, igen, hogy ez milyen. Tiszta vészhelyzet. És utána mondjuk nyugtass meg, hogy legalább nem vittek el katonának. Nem. Azt lett volna a csavar, hogy megműtenek, nem kellene, hogy megműtsenek a szegélyt. Alkalmas, mert... És mondták volna, hogy nem, hát Tibor, ne vicceljen, hát ilyen kis sebesülés nem számít, ez jöjjön csak katonának. Nem, jó lett az árujelentés, úgyhogy. Ez kemény. Köszi, hogy elmondtad, ciao. Köszönöm. Hello, szia. Nagymamámnál 80 éves korában vakbélműtétnél talált a gészt a hasüregben. Utoljára 30 éve volt kórházban kisebb műtét miatt. Balázs küldte nekünk. Térdműtét előtt az ápoló jött be a szobámba, hogy leborotválja a lábam. Csak az volt a baj, hogy a bal lábam helyett a jobbat kezdte leborotválni. Még időben szóltam, érte nekünk Patrik. Orsővény műtét után az utolsó tampont bent felejtették az orromba. Műtét után 4 héttel sem éreztem szagokat, ízeket. Kezdett gyanúsán válni, hogy valami nincs rendben. MacGyverként otthon apukám tubifexes csipeszével megműtöttem magam. A gáztűzhely lángjában feltörtlenítettem a csipeszt, és kiszedtem. Gyönyörű látvány volt, írja Gabi. Hát és ez nem fájdalommentes egyébként. Ez egy picit kellemetlen. Finoman szóval, igen. Kiszedt 1,5 méter gészt az orrodból. Igen. Anyámnak a gerinc műtétén felejtettek benne egy érfogó kapcsot, 30 év után derült ki, hogy nem kaphatott volna például elektromos kezelést. Amikor visszament reklamálni, azt mondták, hogy jó ez így. Na, most már beépült, ugye csak mama. Panasz volt, nem, hát akkor meg. Örüljön. Öcsém bement a 16. kerületi fogorvosi ügyeletre, mert gyökérkezelni kellett volna a rossz fogát, az orvos röntgen nélkül a mellette lévő teljesen egészséges fogát gyökérkezelte, mikor kijött a tesóm a dokitól, és mesélte, mi történt, el se hittem neki, dia küldte. Az egészséges epémet vették ki téves diagnózis alapján, a doki azzal vigasztalt, hogy bár visszarakni nem tudjuk, de innentől nem lesznek epés megjegyzéseim.
Erika, betegőr se lesz, nem ehetsz egy csomó dolgot, tök jó. Igen. Egyik exembe hasi műtétnél a törlőkendőt hagyták benne, olyan gyomorkorgása volt, hogy szex közben idegesített. Írja egy hallgató. Nekem is volt ilyen, hogy fogdoki addig beszélt az anyjával telefonon, míg túl magasra tömte a fogamat, aztán lefúrta vagy lecsiszolta, de már nem emlékszem, hogy mit csinált. Veszprémi kórházban volt fülműtétem, a profi dokik először túlaltattak, utána pedig a gészt is bennem hagyták. Írja nekünk Matyi. Prosztatagyulladásra kezeltek a városi kórházban, de nem javult. Maszek orvos azt mondta, nem is volt prosztatagyulladásom. A sportorvos megállapított, hogy porckorong sérva az igazi tünet. Három üzemi orvosi vizsgálaton sem vették észre egyébként. Aha, de bocsánat, de ott azért van egy pár centi vagy méter eltérés, ne a legközelebbi porckorong és a prostatát között. Figyelj, lehet, hogy alulról próbáltak eljutni a porckoronghoz. Igen, igen. Azt mondták, ez egy ritka műtét, hogy ne sérüljön a porckorong, ezért alulra jutunk el hozzá. Kerülő út! A neve multioptipupiloptóm. Nagyon... Bekerül a porckorongban! Igen. Tegnap voltam fogorvosnál, 37 percen keresztül furtak, tömték a hátsó fogam, majd mikor végeztünk, rutinból végignézte a többit, és megjegyezte, hogy hát itt hátul van egy lyuk. Én megmondtam, hogy ezért jöttem. Szegény. Ja, azt ki kell húzni. Az milyen kemény. Fél óráig dolgoznak rajta, rosszat tömnek. Gyönyörű. Általános iskolás voltam. Mi van, rosszul vagy? Nem, meg vagyok. Ja. Feri fejjel esett a pultra. Általános iskolás voltam, iskolai fogászat, nagyon fájt a fogam, fogorvosnő ellenőriz, rendben minden, akkor ezt ki kell húzni, kihúzza a fogat, nagy sohajtások, kimegy, beszélget az asszisztenciával, viszi, majd bejelenti, hogy hát holnap vissza kellene jönni, a mellette lévőt húzta ki. Jó volt, mert aztán két napig az se fájt. De legalább az rossz volt? Valószínű nem. Ja, hát kellett a hely. Jobban hozzáférjél a rosszhoz. Nagyon fogók el, úgyhogy a mellett lévőt is ki kell húzni. Velem az orrpolipot felejtették, annak ellenére, hogy azért mentem műtétre, hogy azt kiszedjék. Azóta együtt lubickulunk, én is a polipom. Békésabán engem sérműtétre toltak be a műtőbe, majd amikor felkeltem, azt mondták, hogy nem is volt sérőm, szóval gyorsan összevartak. Karcsi küldte nekünk az SMS. Azért ez nekem kemény egyébként. Focistársam balvála helyett a jobbat műtötték meg, amikor felébredt, akkor vette észre, hogy a másik válla be van kötve. Volt tavaly két TV2-es riport is vele. De azért az is kemény. Nem kell krétával oda írod, hogy XS mit. De elvileg az altatás előtt X-elnek egyet rajtad. Ott kerésen lenni, hogy tesó, töröd le, tedd át a másikra, hány maradsz, hogy megbántalak, de nem ezért vagyunk itt. Fix, de a másik. Jó, az X csak a másikra. Itt van velünk Gellért, hello Gellért, jó reggel. Halló. Halló. Gellért, hello. Szia. Na, mi történt veled? Röviden csak annyi, hogy megműtöttek köldöksérre, az előzmény az volt, hogy már a kivizsgáláson a... köllököm alatt, tehát ilyen 20 centivel lentebb kezdtek el matatni itt a ultrahangon. Erre én szóltam, hogy hát ott nem kellene semmit csinálni, mert nekem köllöksérvem van, nem lágyéksérvem. Akkor föntem ment a hölgy, és megállapított, hogy igen, itt lehet valamit, de nem tudja, hogy mit. Visszamentem az orvoshoz, és ő mondta, hogy hát ez bizony köllöksérv, ezt meg kell műteni. Egy hét után kaptam időpontot, és meg is műtöttek, altatás, borotválás, minden egyéb, ami ilyenkor szokott lenni. És mondta az orvos, miután felébredtem, hogy majd egy hét múlva találkozunk, varratszedés, egyebek, és akkor majd mond valamit. Hát, izgultam, ugyan mi lehet, vagy mi nem. És akkor eltelt az egy hét, visszamentem, és mondták, hogy ez bizony nem köldöksér volt, de ez csak így egymás között, mert ugye azt írták, hogy köldöksér a műtét kartonjára, hogy ez nem köldöksér volt, hanem csak egy szőrtűző, ami be volt nőve, be volt gyulladva, és hát altatásban ezt kioperálták. Jézus, hát nagyjából ennyi. Nagyjából ennyi. És akkor nem nyúltak a sérülethez, hogy nem kellett felnyitni? Hát de megvágtak, tehát ez konkrétan ott csepp volt, csővel, mindennel együtt, csak hát nem köldök, illetve a hasfalat azt nem bántották, persze. Aha, ugye, tehát a doki nézte el, aki köldöksérve diagnosztizált. Így van. Kicsit mélyre vágtak a szőrtűzőhöz, de kint van. Ennyi. Hogy lehetett a sérvnek nézni? Hát azért az... Hát figyelj, nem tudom. Az igazság, hogy ugye én ott éreztem egy pici csomót, illetve hogyha megnyomtam, vagy hozzányúltam, akkor fájt, ugye mint egy gyulladás szokott. És akkor ezt ők elhitték nekem, hogy ez biztos köldöksérv. Hát én nem állapítottam de ők viszont azt gondolták, hogy ez az lesz. Atya és ebből ez lett a vége, hogy... Nem akartál perelni, vagy valami, hogy ezt elég lett volna kinyomni, doktorul, nem kellett volna vágni. Hát igen, eszembe jutott, de úgy gondoltam, hogy nincs nekem erre időm, hogy én itt ezzel szórakozok, meg szerintem ez úgy is el lett volna. Tehát a papíron, karton mindenhol azt jelenti, hogy ez köldökség, innentől kezdve, hogy bizonyított be, hogy nem az. Aha. Igen, hát persze, hát mit tud az ember csinálni, persze, ez kemény. Na, válts dokit szerintem. Tessék? Válts dokit.
Ja, cseréd igen, szerencsére nem járok vissza hozzá, úgyhogy ezt megértem, megértem, hogy miért. Köszi, hogy elmondtad, ciao. Sziasztok, hello. Hello, hello, hello. Na jó van, hát köszönjük a történeteket. Látod, hogy nem csak Kínában operálnak? Le, kőkemény. Én egyébként a válműtétet nem értem, tehát ott, amikor feltárták a jó vállat, akkor nem tűnt fel nekik, hogy jó. Lehet, hogy az is rossz volt. Mégse rossz ez. Józsike, van vissza, akkor nézd meg, mekkora baj van, beteg és nem is látszik. Az még szimulál ezek a mai fiatal focisták ezek. Bezzeg a Bozsik cuszujé. Azok csak mentek előre. Figyelem! Az adás most felvételről megy. Balázs, Feri és Jani most pihen. Ha a téma ismerős, olyan, mintha már hallottad volna, az nem a véletlen műve. Ez itt a Best of Morning Show. Hallottátok, mi történt a Bors című remekbe szabott napi lappal? Tegnap. A remekbe szabottat nem ismerek, a Borsot is. Nem kell mindent komolyan venni, amit mondok. Tudod, hogy az én mondataimban sok az idézője. Nagyon helyes, ugye Dobrádi Ákossal és Visszakesziről van szó, akik szakítottak. Akik szakítottak 5 év együttélés után, ez bárkivel megtörténhet, Ákos kedveljük, szeretjük, nem az ő nyomorán akarunk röhögni, reméljük, hogy mind a ketten jól viselik ezt a dolgot. Igen ám, de kiderítette a Bors, hogy, vagy valahogy kiderült, nem tudom pontosan, hogy Szalai Ádám az új jelölt. Eszternél. Fontos, hogy tegyük hozzá, Eszternél így van, tehát Ákos nincs annyira elkeseredve, hogy nála legyen az új jelölt. És nagyon jó a sztori, nagyon szeretem. És oknyomozó újságírásba kezdtek. Oknyomozó újságírásba kezdtek, és hát küldtek egy levelet, egy e-mailt Szalai Ádámnak, hogy válaszolja meg a Bors kérdéseit. Akit megkerestük ugye Facebookon. Aha. Akit megkerestek Facebookon, és hát Szalai Ádám pedig válaszolt. Nagyon korrekt. Ez tök korrekt. Ez egy tök korrekt. De mondjuk a Borstól is ez tök szép, tényleg, hogy a harmadik felet is. Örülök neki egyébként, hogy az EB után sem szállt el vele annyira. Így van, nem? És válaszol a Facebookon keresztül. Korrekt. Intelligens. Nagyon jött. Tehát majd kiderült egyébként, hogy szenzációs volt, amit válaszolt, mert ugye az volt, hogy e-mailben kértek tőle infót az álompárról, Szalai pedig készségesen válaszolt. Aha. És azt mondta, hogy amit biztosan állíthatok, hogy akkor nem találkozunk Eszterre, amikor Ákossal még együtt voltak. Rendben van. Szívesen találkozom Eszterre, ha ő nyitott rá. Jött a következő mondat. A kapcsolatunkról nem tudok semmit nyilatkozni, de a magam részéről nem zárkózom el semmitől. Aha. A dolog alakulása viszont sok mindentől függ, például, hogy egyáltalán tudunk-e találkozni. Hát mert és ez Szalai ugye ki él valahol, Iszakesztér valahol, persze. Tehát erre gondolná, hogy a távolságra hivatkozik a Szalai Ádám. Nagyon szép. Igen, gyönyörű történet. Kiderült, hogy a Bors rossz Szalai Ádámnak. Küldte el az e-mailt. Tehát annak nem néztek utána, hogy valójában jó Szalai Ádámnak küldik el az e-mailt. Megtaláltak valakit, akit Szalai Ádámnak küldtek, és a pasi szenzációsan válaszolt a Bors kérdéseire, hogy mi lesz Eszterrel. Elmondta, hogy amit biztosan állíthatok, hogy nem találkoztam akkor Eszterrel, amikor egyébként Ákossal együtt voltak, pipa. És tényleg nem. Igaz. Szívesen találkozom Eszterrel, ha ő is nyitott rá. Igaz. Uh-huh. Semmi rosszat nem állított. Szívesen találkozom Eszterrel, nyitott rá, így van. Nem zárkózom el semmitől. Tökéletes. Tök jó. Tök jó. A dolgok alakulása viszont sok mindentől függ, például, hogy tudunk-e egyáltalán találkozni. Uh-huh. És nem esett le a Borsnak. És lehozták. Hát igen, mert a profi oknyomozó újságírót még az sem hozta zavarba, hogy azon a bizonyos Facebook oldalon nem az az ember látszik a profilképen, akit azért már láthatunk egyszer-kétszer mindenféle sportkúságot. A kutya meg nem kérdezte a magát újságírónak mondó ember, te vagy az a Szalai Ádám? De lehet, hogy megkérdezted, csak annyit kérdezed, hogy te vagy az a Szalai Ádám? Igen. Igen. Abszolút. Én az vagyok. Az vagyok. Szóval, gyerekek, ennyire kell komolyan venni sokszor, amit például a Bors ír. De tényleg. Ennyi a valóság alapja. Tehát rossz indulatoskodni, hangulatot kelteni, olyan cikkeket írni, ahol lejáratunk valakit. Az megy, nem? Hát most itt is nyilván az volt, hogy a szaftos sztorit keressük. Turkáljunk valaki magánéletében, mert 3-mal többet el tudunk adni. De utána nézzünk annak, hogy no, annak az embernek küldje el a levelet, vagy küldjük el a levelet, aki valójában érintett, azért az más komoly meglepő. Van még az országban Szalai Ádám nevezető. Majd a Bors azt mondta, figyeljetek, igen, jogi lépések. A Bors megteszi a szükséges jogi lépéseket azzal a férfival szemben, aki úgy tévesztette meg szerkesztőségünket, hogy a válogatott játékos nevében tett nyilatkozatot elektronikus levélben, és visszaélt a kiváló válogatott labdarúgó nevével, ők akarnak perelni. Nagyon jó. Ez a legjobb része. Miközben emberünk nem élt vissza egyébként, hanem válaszolt a Szalai Ádámnak feltett kérdésekre, így mert van. A Szalai Ádámnak hívják.
Ahelyett, hogy azt mondták volna, hogy gyerekek, hatalmas önkolt rúgtunk rajtunk reggel az egész ország. Jogosan! De hát az önkritika, ugye, meg tehát a humorérzék. Tehát van egy e-mail cím, vagy bármi, automatikusan a focistához rendelik hozzá, megkeresik, és talán még ők akarnak perelni. Nagyon szívesen biztosítok ügyvédet egyébként Szalai Ádámnak, és nagyon szívesen állom a perköltséget, talált pénzbe az gyerekek. Tehát, hogy nagyon szívesen. Na, itt van velünk vonalban Szalai Ádám. Melyik? Mi utána néztünk, nem a focista. Aha, jó. De ő is Szalai Ádám, így van. Hello Ádám, jó reggel, ciao. Ciao! Szia, Ádám, jó reggel! Imádtam a válaszaidat. Szalai Ádám vagyok, ezt elmondanám elsősorban, de én nem mondanám egyébként, hogy a Bors öngult rúgott a következő miatt, mert én nem vagyok focista, és nem élek focis hasonlatokkal. Na. Igen. Kérdés, hogy igazmondásért el lehet-e valakit ítélni? Figyelj, hát ez egy nagy kérdés. Mit szóltál, amikor befutott a levél, hogy vagy e-mail, nem tudom, vagy Facebookos megkeresés, hogy nyilatkozzál az Eszterrel való kapcsolatodról, mert a válaszaidat én nagyon szerettem. Nagyon örülök neki, egyébként csak e-mail futott be. Tehát valahonnan kiderítették ezt az e-mail címet. Elárulhatom neked, nem mondom meg pontosan, de én nagyon korán regisztráltam a legnépszerűbb e-mailes szolgáltatásra, ugye, ami az egyik nagy amerikai multivállalat, és egy nagyon egyszerű e-mail címem van, ami a nevemből. Aha, nem mondottuk azért, hogy ne írjanak neked sokan, de a legegyszerűbb, így van. Okay. Így van, és erre érkezett az e-mail. Szia Ádám, megszólítással indult, majd a kérdések. Ne, nagyon jó vagyok, gondoltad, ez neked szól? Milyen aranyosak, hogy kérdezel. Persze, hogy nekem szól. Tök jó arcán. Néztem, hogy hát újság, de mondom, hát itt kapcsolatomról kérdeznek Eszterrel, meg hogy akkor Ákossal, hogy van, meg minden. Ne, egy szóval nem került elő az, hogy én ki vagyok, én a focista vagyok ez, de még utalás se volt rá. Tehát semmi olyan, ami az e-mailben az lenne, hogy nem tudom, én játszok valahol, vagy mit tudom én, nem, ez csak így kérdések voltak, és én azt mondom, hogy nekem címeztek egy levelet, hát vagyok annyira udvarias, hogy válaszolok őszintén. De kök jó arc vagy, ráadásul belekötetetlen. A dolgok alakulása sok mindentől függ, például, hogy egyáltalán tudunk-e találkozni. De nagyon szerettem hát a válaszolni. Hát igen. Ha ő nyitott, akkor te is. Hát, igen. Ákossal nem volt soha nézeteltérésű, még ezt is te mondtad? Persze, hogy én mondtam, hát tényleg nem volt. Ákossal nem volt soha nézeteltérésünk, ugye Dobrádi Ákosról van szó, de úgy gondolom, hogy egyrészt mindannyian felnőtt emberek vagyunk, amennyiben szükséges, meg tudjuk beszélni a dolgokat, akár a személyes témákat is. Másrészt a szakítás véleményen szerint csak a párkapcsolatban lévő két embere tartozik, senki másra. Gyönyörű! Mennyi tudsz az emberi lélekről? Ádám, gyönyörű! Komolyan! Tehát mindenképpen szerettem volna egyrészt, hogy én a saját nevembe olyan dolgokat nyilatkozzak, ami vállalható, másrészt meg nem akartam senkiről se valótlant állítani. Te tudod, hogy ki az Iszakeszti valójában? Egyébként ismerted őt? Mert ugye hát ő egy bizonyos korcsoportnak szól, nem vagyok benne biztos, hogy mindenki ismeri. Hát utána néztem neten. És vállalható. És vállalható. És úgy döntöttem, hogy nyitott vagyok. Nagyon-nagyon-nagyon jó arc vagy, komolyan mondom. Mit szólsz, hogy ők akarnak perelni? Hát én úgy gondolom, hogy még talán nem láttak olyat, hogy valakit saját neve használatáért és igazmondásért beperelnek, vagy legalábbis elítélnek. Igen. Nem tudom, hogy mi lenne mondjuk egy vádban, vagy bármi, vagy nem tudom. Na mindegy, úgyhogy ez egy érdekes kérdés. Eljárásban nagyon rutinos ügyvédek vannak, nagyon szívesen segítünk bármiben. Ha ügyvéd kell, kapcsolat hát, kell, nagy állunk a perelét. Annyi, hogy ez kell a nagy rutin, tehát hogy azért úgy el tudják mondani, hogy ne röhögjenek közben. nagyon szívesen. De próbált megér. Igen, külön érdekes a Borsnak a mondata, hogy visszaéltél a kiváló labdarúgó nevével. Miért is? Hol? Na, ezt viszont határozottan visszautasítom, mert az, hogy engem így hívnak. Nem számít egyértelmű visszaélésnek. Egyébként meg nekem az a véleményem, hogy a saját nevemben meg azt nyilatkozom, amit akarok. Tehát azt is mondhattam volna, hogy lila krumplikat termesztettem. Így van. Hát persze, kérségesen válaszoltál egyébként neked. Kérdezek azt, hogy nem néznek utána, hogy kinek küldik, azért az legyen inkább az ő bajuk. Tehát még most perrel fenyegetőzni, hát szóval azt mondják, gyerekek, jó, elnéztük, hibáztunk, mindenki hibázhat. Tudod, mi a vicc? Az, hogy megnéztem, hogyha az e-mail címedre konkrétan rákeresel, akkor ugye van ennek a vállalatnak egy közösségi oldala. Az kiadja az én profilomat, ami nyilvános, hogy én hogy nézek ki, meg hol dolgozom. Tehát ez egy perces kutató munka. Az már de az már újságírói tevékenység. Hát, az már azért újságírói tevékenység, és azért azt ne keverjük össze a valódi újságírást ezzel a tevékenységgel. Tehát azért az már azért megkövetel valamiféle rátermettséget, intelligenciát, előképzettséget. Szóval azért az más. Na, hát nagyon. Azóta
azóta írtak már neked levelet? Tényleg kaptál levelet? Mert ugye ezt írták az újságban. Tegnap kaptam új kérdéseket, de ugye... Még mindig a focista, a Ádámot szólva? A focista Ádámot szólva? Ez közvetlen a cikk megjelenése után volt még, és akkor ez úgy nézett ki, hogy akkor néztem, hogy most már ugye egyértelmű, hogy engem a focistának hisznek, sőt, én azt mondom, hogy amit én a saját nevemben Szalai Ádámként nyilatkoztam, azt más szájába adták, tehát ugye eleve ez történt, és akkor utána még kérdezgettek, és akkor ott már én gondoltam, hogy akkor itt elmagyarázom, hogy hát itt egy tévedésről van szó, hiszen nem úgy hozták le, hogy ezeket én nyilatkoztam. Ráadásul hanem, ők akarnak perelni úgy, hogy a te nyilatkozatodat belerakták a focista Szalai Ádám szájába. Igen, igen. Tehát aki itt perelhet, az maximum mondjuk a másik Szalai Ádám, akár a gyerekek aki nem nyilatkoztak. Nem úgy értem, hogy a aki te vagy, még máshova tettek, vagy a focista, aki egyébként igen. Jó, hát de egyébként persze. Most azóta a Facebookon a megváltoztattam annyiban a profilomat, hogy a nevem alatt ott van zárójelben, hogy nem a focista. Jó. Egyébként nyilván hibázik mindenki, mi is hibázunk, meghibáztunk. Itt az a fajta fellépés, hogy most ők perelnek, akkor meg a mai kommentet. És mire számítanak majd, hogyha megnyílik a pert, akkor rá kényszerítenek téged azzal, vagy arra jogilag, hogy változtasd meg a nevedet? Hát én remélem, hogy nem, mert én szerettem a nevemet. Ugye? Hát... Engem. Focizol egyébként? Tessék? Focizol hobbi szinten? Vagy nem. Egyébként én dartsozom hobbi szinten. Aha, tehát, hogy még ez sem. Tehát, hogy ennyiben vagyok sportoló. Hogyha bárki azt mondaná, hogy engem sportolónak hitt, igen, nem labdarúgó, dárcos. Ennyi erővel az ex-naplós Szalai Ádámot is megkeresették volna, mert igen. Ő is. Tehát, hogy azért itt vannak még páran, akik Szalai Ádám névre azért úgy fel kapják a fejüket. Most legalább átérezheted, hogy mit gondolod, hogy mit érezhet mondjuk Berki Krisztián a Tornász olimpiai bajnok. Igen, ez eszembe jutott a párhuzam. Igen. Na jó van. Ádám, hát köszi, hogy elmondtad. Nagyon ritka név, tehát valóban megértem. Vigyázz magadra, szóljál, ha a peres eljáráson megoldjuk. Jó? Jó, köszi. Jó arc vagy, köszi, ciao. Sziasztok. Hello. De annyira jókat mondod. Annyira jókat mondod. Tök jókat mondod. Ákossal nem volt soha nézeteltérés. Nem volt. Igen. Szóval, hát igen, szóval én persze, értem én, csak mégsem. Tudod, tehát, hogy amikor valakit le kell járatni, vagy beszólni, vagy ez beszólt, az beszólt, címlapra tenni, az nagyon, amikor fröcsögni kell, amikor kicsi, valódi újságírói tevékenységet kellene folytatni, azért az ritka. De az is, abban is igazad van, benézheted. Nincs az a baj, hibáztunk már mi is. Hibáztunk, én vagyok, bocsánat, rögjünk együtt magamban. Igen, perelni. Néhány embert ott már annyira elvakított egyébként a mások magánéletében való turkálás ópiuma, és a fröcsögés is a rossz indulat, hogy ennek már nem nagyon tudnak utána nézni. Persze, hát van egy pillanat, amikor az ember már homályosan lát. Kicsit kevesebb arrogancia, és már egész elfogadható, hogy felvállalható lap lehet. A mikrofon mögött az éter nagy ágyúi, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Na, akkor a nagy kálcium átverés vagy nem átverés, beszéljünk erről. Én örülök néha, vannak komolyabb témáink, mert hogy azért mégiscsak tudatágító jelleggel is kell működni ennek a műsornak, nem mindig csak hűlni meg marhulni. Úgyhogy megnézzük, mi az igaz. Ugye több orvos csatlakozott egy doki leveléhez, aki nyílt levelet írt mindenkihez a kálciumról. Így szól egyébként a nyílt levél címe, nyílt levél mindenkihez a kálciumról. És nagyon érdekes a dolog, mert hogy 20-30 éve mi már a szüleinktől is azt halljuk, hogy tömjük magunkba a kálciumot, ha valami allergiád van, vagy ha csalántcsípésed van, a méhcsípésre nem mondom, mert az komolyabb lehet, vagy a daráscsípésre, vagy ha valamilyen rovarcsípés, vagy ha allergiás vagy, igyál meg egy kálciumot, azt jó van. A fura az, hogy megittuk és működött. Igen, tehát ez a bajom. Kérdés, hogy ez most placebo hatás, vagy éppen a lefelé ívelés az allergiás reakciónak, mire te megiszod, az egyébként is csökkene, és akkor te tulajdonítod, hogy a kálcium miatt van. Minden esetre azt írják, hogy tőlünk nyugatabbra, szerencsésebb történelmi fejlődési országokban egyáltalán nem használják, és itthon sem mérgezzük se magunkat, se a gyereket, mert a szervezet nem tudja se feldolgozni, se használni ebben a formában legalábbis. Nem jó, és egész egyszerűen. Egyszerűen nem segít, na, és nem használ. De mérgez? Tehát van egy komoly határmesdje a között, hogy nem segít egyébként, vagy placebo hatással, ezt mondjuk ki lehet szűrni, behozunk egy macskát, te macska allergiás, vagy azt mondjuk, hogy kálcium, azt közben nem tudom mi, van magnézium van benne, ha elmúlik, akkor placebo, de hogy azért az nem mindegy, hogy csak nem segít, hát, vagy mérgez, igen, de akkor a kálcium. Meg feleslegesen szeded. Igen, mindjárt megkérdezzük a dokit, mert ezek jó kérdések. Azt a dokit hívjuk, aki megírta ezt a nyílt levelet.
hogy tényleg segítsen nekünk, mert közben én is azt látom a környezetemben, hogy nagyon sok szülő vagy kér a dokitól és felirat ampullás kálciumot, ami ugye véne kapható, vagy az egyébként számomra kicsit kevésbé szeretett pezsgő tablettákat itatja a gyerekkel, ami aztán egyébként más plusz adalékanyagokkal is sokszor tele van, nem biztos, hogy szerencsés. Minden esetre 10-ből 8 szülő azt mondja, allergia kálcium. Hát ez egy évtizedes rutin, ezért is megdöbbentő maga a felvetés, mert ahogy te is mondod, gyakorlatilag az ember rögtön a kálciumhoz nyúl abban az esetben, hogyha bármiféle allergia, nekem is ugye nagyon hosszú időn keresztül ez megkeserítette az életemet, és mindig ez volt az első reakció. Hogy akkor egy kálcium ampulla, azt viszont látásra. És aztán jobb lesz. Azt is megkérdezzük, hogy miért lesz akkor jobb. Na, itt van velünk dr. Novák Hunor. Jó reggel, doktor úr! Jó reggel, sziasztok, üdvözlöm a hallgatókat! Jaj, de örülök! Ennek a sziasztoknak. Hello, a magázódás nekem egy másik életforma, és mindig át kell konvertálnom magam, de akkor tegeződhetünk. Nem, nem kell ez a hierarchia, meg egyetek. Jó. Nem egy mély hangú, kicsit idősebb dokira számítottam hirtelen, mert ugye mindig a Juli csinálja az előbeszélgetéseket, és egyből magázóra váltottam. Na, ez egy meglepő dolog nekünk is, szülőknek, meg gondolom mindenkinek. Írtál egy nyílt levelet mindenkihez a kálciumról, ami úgy kezdődik, hogy kálciumot allergiában ne. Nagy felkiáltó jellel. Hát kezdjük ott, hogy miért írtad meg? Hát azért írtam meg. Igazából ez nem egy újdonság, de nem ment át kellően a köztudatba. És amikor az ügyeletben már a sokadik gyerek jött be azzal, hogy szülő a gyerekével, hogy pehére nem múltak el az allergiás tünetei, kiütés jelent, nagy duzzanat, viszketés, és napokig kínlódott otthon a gyerek, és csak kálciumot használt. És igazából már hajamat kitéptem, hogyha nem lenne ez a tévhit, és bemenne a gyógyszertárba, és recept nélkül megvenne egy allergia ellenes szert, ami legtöbbször még egyébként olcsóbb is, mint a kálcium, akkor a gyerek nem szenvedne, és mi se találkoznánk. Tehát ez volt az a motivum, amikor már sokadik gyerek jött így be, hogy úgy éreztem, hogy lépni kell. És a nyílt levéllel kapcsolatban, ami elindult Facebookon, az fontos hangsúlyozni, ugye pont ezért, mert hogy nehogy az legyen, hogy ez csak egy orvos mondja, ugye sok induló aláíróval indult, és azóta már több mint 210 szakember csatlakozott hozzá, többek között Zaher Gábor, és olyan professzorok, klinikai igazgatók, a Magyar Allergológiai Társaság elnöke, tehát hogy olyan szaktekintélyek, akik a továbbképzéseket tartják, akik nemzetközi szinten is elismertek, akik az orvosok úgymond up-to-date-en tartásáért felelősek, tehát őket oktatják. Tehát ezek az orvosok írták alá, és szerkesztették ezt a levelet. Hudor, azt hát kérdezem meg, hogy akkor egyébként az mitől van, hogy amikor a gyerek tényleg allergiás, nálunk a Benni néha az, amikor még a barlangfű szezon van, és így elborul, mert mondjuk sok a pollen a levegőben, és akkor mi azt mondjuk a évtizedes rutinnak megfelelően, hogy jó, így áll meg egy kálciumot, nekünk is van ampulla, hát akkor lehet, hogy ez nem jó. És azt látom, hogy a gyerek 5 perc múlva egy kicsit jobban van, sőt valamikor egész napra megoldja a problémáját. Akkor ott nem a kálcium hat? Itt két probléma van. Egyrészt, amikor a felnőttek használják magukon, elég jelentős a placebo hatás. Tehát ezt tudjuk, ez klinikailag igazolt. Az allergiás tünetekkel pedig az a probléma, hogy ezek rendkívül hullámzó lefolyásúak. Tehát én is láttam már nem egy olyan gyereket, aki bejött, tele volt a teste kiütéssel, mondtam, hogy egy kicsit várjunk, és gyakorlatilag 10 perc vagy fél óra múlva már szinte semmi nem volt. Tehát ezeknek a betegségeknek nagyon hullámzó a lefolyása. És igazából az a kérdés, hogy ugye tényleg nagyon beleívódott a köztudatba. Hát a másik része, hogy ugye nem csak ilyenre használják, hanem ugye torokgyulladás, köhögés, nátha, tehát gyakorlatilag egy univerzális csodaszer hazánkban. Hozzáteszem, hogy ilyen gyakorlatilag sehol a világon nincsen. De akkor ez hogy terjedt el nálunk? Tehát ez valaki egyszer csak kitalálta, hogy allergia kálcium Magyarországon, és ebből egy 20 éves hagyomány lett, hogy ezt mindenki átvette? Az 1890-es években kezdtek ezzel kísérletezni, aztán ez nagyon hamar feledésbe merült, mert feltalálták a hatásos allergiaellenes szereket, az antihisztaminokat, ez az összefoglaló név, amit gyógyszertárban bárki ugye kaphat, ez nem reklám, és nagyon erős Magyarországon a szokás. Tehát, hogyha megkérdezzük, vagy orvos kollégákat, hogy hát miért írjuk fel, mert így szoktuk, illetőleg a másik, hogy ugye a betegek nagyon sokszor kérik, és ez a kulcs, hogy nyilvánvaló egy szülő aggódik és szeretné a legjobbat megadni a gyerekének, és nagyon nehéz azt elfogadni, hogy bizony a gyerekek ugye betegségének például elsőprő többségét vírusfertőzés okozza. Vírusfertőzése nincs hatásos gyógyszer. És a szülő persze akar valamit, ezért van, hogy nagyon sok olyan is van, hogy sokszor maguk kérik az antibiotikumot,
és ugyanígy szeretnének valamit. És ugye különösen ez a kálcium oldat, ami receptre felírható, hát ez sokaknak ilyen... Tehát akkor te azt mondod, bocsánat, hogy az allergia úgy folyik, hogy hullámzó, tehát beadom neki a kálciumot, de nem az hat, hanem hogy véget ér maga a roham, és én azt, vagy sokan a kálcium hatásának tudják be, és azt gondolják magukon, vagy a gyereke, hogy ez hatott, hiszen beadtam, és a gyerek jobban van, de nincs köze valójában a beadott kálciumhoz? Így van, és ugye a nátánál kölgésnél is azt hiszik, hogy de elmúlt. Tehát hangsúlyozom, hogy ilyen sehol nincsen. Semmelyik tankönyvben nem tanítják, se az egyetemeken, hogy a kálcium hatásos. Az allergológusok már gyakorlatilag évtizedek óta hangoztatják a konferencián, hogy ezt el kell felejteni. Ez egy nagyon súlyos tévhit, csak annyira mélyen gyökerezik ez a szokás, hogy nagyon sok idő, míg eljut az orvos kollégákhoz. És akkor hagyj meséljek el több történetet, amit az olvasóim írtak, hogy amikor Nyugat-Európába bementek egy gyógyszertárba, vagy az ottani kórházba, és kálciumot kértek allergiára, hát akkor úgy néztek ránk, mint mi mondjuk Pataki Attilára, mert elnézést, amikor UFO-król beszélt. Jaj, de jó, hogy jó hasonlat, igen. Tehát, hogy tényleg nem értették. És az a kolléga, aki Angliába kiment dolgozni, hát nagyon kellemetlen pillanatai voltak, amikor ott előadta a többi orvos kollégának, hogy a kálciumot mi Magyarországon erre meg erre használjuk. Ők meg gyakorlatilag leültek, és hát elmagyarázták, hogy hát ilyen nincsen. Hát ennyire be adhatnál C-vitamint, csapvizet, bármit. A klasszikust idézzük, hogy ilyen nincsen, de mégis van. Hát akkor mi a magyarázat? Mert csak az, hogy valakinek azt mondják, hogy ha beveszed a kálciumot, jobban leszel, az működhet tömegesen. Tehát emberek milliójánál működik Magyarországon. Hát valaminek csak kell lenni benne, nem? Emberek millióinál működik, nagyon soknál nem, és pont ezért, mivel az allergiás tünetek nagyon hamar tudnak enyhülni. Tehát mi lett volna, ha nem vesszük be a kálciumot? És még egy dolog, hogy miért ilyen elterjedt, volt egy készítmény, amiben valóban volt allergiaellenes hatóanyag, ez már nem kapható, és ennek a neve 2 betű különbséggel megegyezett a nagyon népszerű, ma kapható kálciumpesgő tabletta nevével. Tehát gyakorlatilag ez olyan, mintha csillét, az országot, meg a chili paprikát összekeverjük írásban, és annyira berögződött ez, hogy volt régen egy olyan allergia ellenes szer, most már nincs benne, csak pezsgő tabletta, de gyakorlatilag szinte ugyanaz a neve, és ez is hozzájárult ahhoz, hogy ennyire bevésődött a köztudatba. Árt egyébként? Tehát, hogy azon gyerekeknél vagy felnőtteknél, akik ampulából, pezsgő tablettából naponta megisznak egyet, van rá valamilyen bizonyíték, hogy azzal sokkal inkább ártanak maguknak, mint amennyire használnak? Hát egyes esetekben okozhat problémát, például ugye vesekkövet, de a fő veszély, amit ugye itt próbáltunk a levélben kihangsúlyozni, egyrészt, hogy feleslegesen szenved a gyerek, illetve engedjetek meg egy kérdést. Én utána néztem, hogy tippeljétek meg, hogy tavaly Magyarországon összesen mennyit költöttek, hány millió forintot az emberek allergiában, meg torokgyulladásban kálciumra. Hány millió? Nem tudom, gondolom milliárdos összeg. Hát 500 millió. 1 milliárd 200 millió. Nem tudom. Igen. Mennyi? Na elmondom, 1 milliárd forint volt a receptre felírt, mert ott meg kell jegyezni, milyen indokkal írja fel az orvos, tehát ilyen indokokkal 1 milliárd forintnyi forgalmat bonyolítottak a kálciumpiacon. Igen, csak, bocsánat, ezt én értem, igen, mond. És ehhez még hozzájön, amit ugye megvesznek recept nélkül, tehát egy felesleges pénzkiadásról van is, és visszatér arra, hogy miért veszélyes, azért, amiről Kautsky Armand is beszámolt, hogy ugye annyira benne van ez a köztudatban, hogy nagyon sokan, hogyha megcsíp egy darázs, és kicsit rosszul lesz, egy kicsit esetleg bereked, vagy minthogyha leverni a víz, kálciummal próbálkozik. És ez a késlekedés akár halálhoz is vezethet, és Kautsky Armand is ezt csinálta, nem tudta, hogy allergiás, csak azt érezte, hogy rosszul lett, bevette egy nagy adag kálciumot, hát meg kell várni, míg hat, hát ne várjunk ugye fél perc után csodát, várt, nem hatott, bevett még egy jó nagy adagot. Most az anafilaxiás sokkot mondod, aki annyira allergiás? Hát az van, más, azért azt föl kell tudni ismerni, igen, szóval az hát, már... Akinek... Az az emberi butaság kategóriájába tartozik, hogy azért az, ha nem volt akkor is, tehát vagy... Hát igen, de ha nem volt, akkor nem tudja, hogy... Az lehet, igen, de hát azért, amikor már fulladsz, meg bedagad a nyelőcsőben.
hogy mik azok a tünetek, amikor ugye ilyen esetben... Oké, okay, unor, csak bocsánat, én azt nem értem, hogy ez a nyílt levél egyébként kinek szól? Mert hogyha én bemegyek az orvoshoz, és nekem a doki írja föl, akkor nem az embereket kéne meggyőzni, hogy emberek ne szedjétek be, hanem nektek kéne meggyőzötök egymás, hogy legyen egy közös platform, ahol nem adtok a szerencsétlennek kálciumot, mert ha a doki mondja, hogy kedves szülő, vegyen be kálciumot, akkor anyuka kiváltja, beadja ampullába. Tehát most úgy érzem, hogy bennünket emberek akartok meggyőzni, de miért saját magatokat győzitek meg, hogy egyet kommunikáljatok a kálciumról, és ne adjátok be mindenkinek, aki bemegy a rendelőbe. Mert ti adjátok nekünk, mi meg bevesszük. Ez nagyon sokszor így van, ebben teljesen igazad van, és a nyílt levél az nem csak az embereket, vagy hát nem csak a nem orvosokat célozta meg, hanem az orvos társadalmat is. Erről konferencián beszélnek, de aki nem olvas mondjuk tudományos lapokat, mert nincs rá ideje, ahhoz ilyen platformon is el tudunk jutni, és ugye nagyon elterjedt például a gyermekgyógyászatban. Most hagyj említsem meg, hogy a gyermekházi orvosok hivatalos szakmai szervezete, aminek több mint 1300 orvos a tagja, az is csatlakozott ehhez az állásfoglaláshoz. Tehát ők is csatlakoztak ehhez, hogy indokolatlan ilyen esetekben, és erre felhívták, ezáltal gyakorlatilag az összes gyermekházi orvos figyelmét. Hogy ne adják. Így van, tehát, hogy olyan szakmai szervezetek is csatlakoztak, akik mérvadóak az orvosok számára. A dokiknál az a baj, főleg az idősebb dokiknál, hogy jön valami fiatal, én azt látom, mond valamit, és ők annyira hisznek ebben az úgynevezett státuszkóban, hogy de hogy nem ezt tettük 20 éve, nekem egy fiatal nem mondja meg, hogy pontoljanak rá, és ugyanúgy be fogják adni a kálciumot. Így tanulták, ez a gyakorlat, nekik valami fiatal nem mondja meg, hogy nem kell kálciumot adni. Tehát akkor, ha ez valóban nem jó, reméljük, hogy megváltozik, de idősebb dokiknál ritkán lehet ezt előidézni. Így van, ez tapasztaltad nehéz. Ezt te is? Hát ez így van, tehát a szokás az egy eszméletlenül nehezen áttörhető fal, de éppen ezért van, hogy nagyon sok professzor olyan szaktekintély csatlakozott, hogy akik tényleg meggyőző erővel tudnak hatni ilyen ügyben az orvos kollégátra. Mi a megoldás, hogyha baj van? Hát hogyha baj van, hát semmi. Tehát, hogy egy enyhe tünetekre, beláscsípésre nem kell egyből mindent beszedni, az ugye legtöbbször pár óra alatt enyhül, hogyha erősebbek a tünetek, akkor gyógyszertárba bemegy valaki, kér antihisztamint, nagyon sokféle van, allergia ellenes szert, és hogyha mondjuk súlyosabb reakció van, tehát mondjuk elájul, vagy mondjuk nyáron eszi a dinnyét, vagy belerepül valahogy a szájába, és ott megcsíti, akkor mindenki orvoshoz kell fordulni, mert nem tudjuk, hogy ott mi, hogy fog megdagadni. Már annak, aki látja, mert ha elájultak, ugye? Hát igen, igen. De hogyha érzi, hogy gond van, mondjuk akár csak egy hányás, hasmenés, vagy bőrkiütés, rekedtség, ezzel nem mindenki gondol, azt mondja, hogy csak kicsit ideges vagyok, meg bestresszeltem, hogy megcsípett a darázs, mert fáj. Ezek mind olyan jelek, amelyek nagyon súlyos ilyen anafilaktiás reakcióra utalhatnak, tehát ilyenkor mindenképpen mentő hívásra indokolt. De nincs ebben az, ugye? Nem feltételezem, én csak kérdezem, mert nekem az a dolgom, hogy tereljük a gyerekeket és a felnőtteket egyébként az antihisztamin tabletták irányába, mert hogy azt mondjuk 3 vagy 4 gyártó állítja elő, mi kálciumot bárhol, bárkinek, bármilyen mennyiségben ampulában megveszem. Nem, antihisztamin készítmény rengeteg létezik, tehát legalább 20 féle, legtöbbször ezek még olcsóbbak is, mint a kálcium, és pont hangsúlyoztam az elején, hogy legtöbbször semmi szedése nem indokolt. Tehát ez fontos hangsúlyozni, hogy indokolatlan kiadás, és nem arról van szó, hogy jön két kiütés a gyereken és gyógyszer. Vagy egy daráscsípés, és azonnal gyógyszer, meg le kell kenni 6-szor, meg még fertőtlenítő sprét is fújunk rá, de ez igaz a legtöbb gyerekbetegségre, hogy immunerősítőket, vitamint, egyebeket adunk, holott ezeknek nincsen igazából értelme. Jó, tehát akkor ez nem erről szól, mert az ugye sokszor halljuk, hogy bizonyos, nem tudom, gyógyszercégek azért ugye hát érdekükben áll, és a dokikat is érdekelté teszik, hogy ne ezt írt föl, ezt írt föl, ha akkor azért az jobb lesz neked, jobb lesz neki. Nem dobtam a piacra még olyan C-vitamint, vagy jó a darázscsípésre, de majd elgondolkodom rajta. Mindig kérdezem a másik oldalt is, hát engem azért ez érdekel. Igen. Én úgy kérdezem, voltál le a Maldívon idén? Igen. Ha igen, akkor... Na. Igen. Nem, de megyek Dubájba egy tanulmányútra, hogy megnézzem, hogy ott hogy van a darázscsípés kezelése. Nem szól, erről szó sincs, ez nem erről szól. Na jól van. Szóval akkor óvatosabban a kálciummal. Jó. Oké, okay, köszönjük szépen. Hát fontos volt, reméljük, hogy sokan megfogadják. A dokik közül, ugye? Hát amíg az ember bizalmat érez egy doki iránt, és ő mondja, hogy hölgyem, szedjen kálciumot, vagy adjon a gyereknek, ez nehezen megváltoztatható. Hagy idézem a végén Zaher Gábor szavait, aki nemrég azt nyilatkozta, hogy bátran szakítani kell a szokásokkal, és persze minél régebbi egy beidegződés, annál nehezebb
ezen változtatni, de követni kell a szakirodalmat, és el kell fogadni a változásokat. Hát, de maximálisan egyet. Ez leginkább a dokiknak szólt nyilván, persze. De reméljük, hogy vették a lapot. Uh-huh. Oké, okay, érdekes volt, Hunor, köszönjük szépen. Ez mindig számunkra egyrészt meggyőző, kettő teljesen elbizonytalanít mindenkit, hogy bemész egy doki, az azt mondja, hogy uram, hölgyem, kalcium, aztán jön egy másik orvos, aki azt mondja, hogy no way, bármi más, de nem használ, és te meg ott állsz hülyén középen, és kapkodod a fejed balra-jobbra, hogy gyerekek, hát akkor vívjátok le, aztán mondjátok már meg, hogy miben nem döglöm bele. Nem? Igen, nehéz, de pont erről van szó, hogy felsőbb szakmai szinten erről teljes az egyetértés. Tehát ez egy szikla, szilárd tanács, hogy kálciumot ne. Oké. Okay. Hunor, szerintem fontos volt, hogy erről beszéljünk. Köszönjük szépen, jó munkát nektek! Én köszönöm. Köszönjük szépen, dr. Novák Hunor. Egészséget! Arra Hunorral beszélgettünk, a kálciumról. Jó. Na, hát egy oldal volt. Jó. Nem vagyok meggyőzve egyébként a dologról, nálunk mondjuk szerencsére nincs ilyen baj, hogy gyerekek meg így se. Így is fröccsöt iszol, nem minden. Persze. Én igen, de most nem magamra gondoltam, hát abban minden. Töltesz egyet, két deci szóda, egy deci bor, ja nem, bocs, két deci bor, egy deci szó, azt megvagy, nem? Előbb a bor, és azt kavarod föl a szódában, a nagyon fontos. Egy decit soma gyerek vagy még. Ők pálinkás kenyér, tudod, az a legjobb kis után. Na jó van, hát gyerekek, ha egyszer megtudjuk, hogy mi az igazság. Én a tejről olvastam ugyanezt, de most ebben nem menjünk bele. Nem, hogy árt, nem, hogy jót teszel magadnak, hanem ártasz vele. Dehogy is. A kálcium nem, hogy nem épül be, hanem, hogy... Hát de akkor valamiből kell a szervezetnek a kálcium, vagy nem kell neki? Van benne? De... Hát de a csontépítéshez kell. Nem kell? De kell? Ez nem már egy laikus beszélgetés lenne, úgyhogy menjünk, adjuk át a terepet a híreknek. Szerintem de. Hölgyeim és uraim! Öreket becsatolni, hangerőt feltekerni. Ez történt a Morning Show-ban. Na, vendéggel készültünk 8 óra utára, és azt gondolom, hogy a következő beszélgetés lehet, hogy néhány hallgatónk, tehát ez mi abszolút hozzá vagyunk szokva, megosztja majd, mert ha kimondjuk azt, hogy börtönszínház, akkor szerintem sokan felkapják a fejüket, nagy levegőt kezdenek venni, ki szereti, ki kevésbé szereti ezt a szót, de talán azért, mert leginkább nem is ismerjük. Frenko Zsolt színész rendező, a Pince Színház kulturális menedzsere, a vendégünk. Hello Zsolt, jó reggelt kívánok neked! Hello! Jól gondolom én, hogyha azt említjük, hogy börtönszínház, vagy te kimondod, hogy ott rendezel, vagy darabokat mutattok be, akkor többen esetleg rosszalóan csóválják a fejüket, vagy nem értik, hogy miért kell a raboknak egyáltalán színházat rendezni? Megosztja az embereket, megosztja. Teljesen igazad van, igen, van, aki ezt pozitívan veszi, és azt gondolja, hogy ez nagyon fontos a reintegrációhoz és a társadalomba való visszataláláshoz, mások szerint pedig a büntetés az húha, tehát hogy akkor az mit. Igen, hogy ne legyen tévé, ne legyen külön. Zárta, minek nekik WC, elég egy, ezt ugye nagyon-nagyon sokat halljuk ezeket. Igen, tehát a büntetésben nem ez a büntetés, hanem az ember elveszíti a személyes terét, és a büntetés mértéke határozza meg, tehát nyilván a csirketolvaj egészen más kap, mint a fegyveres rabló, és nem mindegy, hogy valakinek másfél évre szűnik meg a személyes tere, vagy 17 évre. Te hogy találkoztál a színház ezen formájával? Hogy börtönszínház. Elkezdtél börtönöket járni évekkel ezelőtt, és azt mondtad, hogy na jó, hát akkor van értelme velük is foglalkozni? Valamiért, színházat vinni neki? Valamiért Szegeden körbenéztem a csillagba. Igen. Hát voltam egy darabig. Komolyan mondod? Hát nem ültem, csak hogy bementem megnézni a börtön. És akkor, amikor az egyetemi szakdolgozatomat kezdtem írni, és gondolkodtam, hogy milyen témát válasszak, akkor a börtönszínházat gondoltam, és akkor én lejártam Szegedre, és rendeztem egy előadást az elítéltekkel, tehát egy évig, több mint egy évig jártam le minden héten egy vagy két alkalommal próbálni. Szóval hogy néz ki? Tehát az ember elhatározza, hogy például levisz színházat a szegedi csillagbörtönbe, ami talán az egyik legkeményebb, nem? Igen, az elég húzós. Igen. Az elég húzós. Igen. És akkor te ott kiválasztod, hogy kivel szeretnél dolgozni, vagy azt mondják, hogy vele lehet, vele nem lehet? Ott létezett akkor egy színjátszó csapat, tehát előttem is dolgoztak már, és létrehoztak egy nagyszerű bükirejt, elég híres volt, ki is jöttek a falak közül vele, meg sok ember beengedtek, és Európából is többen kíváncsiak voltak rá. Én úgy gondoltam, hogy erre engedélyt kérek, és aztán meglátom, hogy mivel kivel találkozom bent, és majd ahhoz képest választom ki, hogy mi lesz a darab. Úgyhogy, soha nem kérdezett, hogy miért van benne? Soha nem jön szóba, hogy ő miért ül? Én megvárom, amíg ő elmondja. De ők elmondják, gondolom. Egy idő után megnyílnak. Nagyon csúnya lenne oda menni és megkérdezni, aha, miért hogy na, te miért vagy. És olyan nincs, hogy a vezetőség mondja azt, hogy vele nem lehet? Mert ő, nem tudom, annyira deviáns, annyira... De ez egy bizonyos rizikófaktor fölött azt mondják, hogy nem, vagy pedig csak falon belül, tehát hogy...
Aha. Nem mozdítható onnan. Külső előadás igen. nincs. Igen, így van. Az egyébként, ha belegondolsz, az mekkora jutalom, hogy azt mondod, hogy van egy 5 éves büntetésed, jössz te, beemeled egy darabba, és azt mondod, hogy 2 havonta egyszer ki fogunk menni egy előadásra. Hát ha 2 havonta nem is, de ha egyáltalán mindegy, de ha már ki tud moccani, tehát ezt a monoton közeget elhagyja, és falon kívül egy másik intézetben, vagy nehogy Isten, nálunk a Pince Színházban mutatja meg, mint hogy az tavaly is volt a színházak éjszakáján, idén is lesz, akkor ez egy még nagyobb jutalom. Tehát annak örülnek. Arról nem beszél, hogy a többiekre ez milyen motiváló hatású. És tülekednek egyébként a szerepekért? Nem tülekednek, meg eleinte azért ez nem nagy dicsőség, hogyha valaki, nehogy Isten, még ráadásul lány szerepet kell játszania, ugye a legtöbb intézetben azért fiúk vannak. Igen. Tehát ez necces. Az nem jutalom. Meg nyilván nem színház történészek csücsülnek bent, akik tudják, hogy ez Shakespeare korában vagy a görögöknél ez teljesen normális volt. Tehát ott azért van, megy a cikizés, meg a cseszegetés, de hogyha ezzel sikert érnek el, vagy megnyernek egy ilyen találkozót, vagy kijutnak a falakon kívülre, akkor egészen más fénye van a dolognak. Akkor ez egy fasz a dolog. Hogy néz ki egy börtönszleng volt, értem. Hogy néz ki alapjánvéve egy ilyen foglalkozást? Te bemész hozzájuk, elmondod, hogy ki vagy, honnan jöttél, ha mondjuk még esetleg nem tudják, hogy nem működik bent színház, és azt mondod, hogy na most akkor azért vagyunk itt, mert mondjuk megtanulunk egy darabot, vagy színházat fogunk csinálni. Így kell ezt elképzelni? Hát valahogy neked oda kell menni, be kell mutatkozni, nem? Igen. Én Szeged óta nem rendeztem bent, ők hozzák létre, inkább bemegyek és megnézek egy próbát, segítek, vagy azt mondom, hogy ezt itt nem így kéne, úgy kéne, nem tudom, tehát hogy inkább ilyen külső szemként rákukkantok, mint ahogy most ezen az országos találkozón, ami a József Attila Színházban volt, 21 intézmény kellett előzsűriznem, és onnan kiválasztani ezt az 5-öt, aki bekerülhet a József Attilába. Tehát mindenütt voltak segítőik a színjátszó csapatoknak, vagy házon belül, vagy külső segítség jött, vagy a házon belülhez jött külső segítség, és általában azok voltak a nyerők, ahol volt külső szem. Tehát ahol vagy egy színész, vagy egy drámapedagógus, vagy valamilyen színházat már látott lény beszabadult, és hozzá tudott szólni ez. És ilyenkor tudom, hogy néz ki? Hát ez egy nagyon praktikus kérdés, hogy ki hozzák őket a börtönből, mondjuk a József Attila színházba, és közben magát a színházat őrzik, hogy senki ne akarjon meglépni. Egyáltalán eszükbe jut-e meglépni? Nem tudom, hogy eszükbe jut-e. Ennyire nem látunk bele. Talál egy rendőr? De ha meglátják a készültséget, nem jut eszükbe. Aha, szerintem. 300 nézőből 200 BV-s. Hát itt 600 néző volt, abból szerintem 150 valóban BV-s volt. De az tényleg néző volt, tehát hogy civil ruhában, de egyébként volt egy egészen szépen megszervezett... Szakmai szemmel is nézték a dolgot. Egy nagyon jól megszervezett készültség és biztonságtechnika. Tehát, hogy az... Nálunk a Pince Színházban egy kicsit más, szerencsésebb a helyzet. Tehát a József Attila Színháznak van 7 Igen, nálatok egy kiállat van. Nálunk így van. Ez pontosan tudom. Igen. Ez van egy technikai kiállat. Igen, ott nehezebb meglépni. Ez a megközelíthetetlen. Csak az a baj, hogy mind a két kiállat ugyanaz az utcára néz. Így van, hogy ott az szóba se jöhet Skandinávia. De gondolom, hogy lehetőségük családtagokkal, szeretekkel itt sincs találkozni, nem? Tehát beül a nézőtér, megnézhetik, de effektíve fizikai kontaktus, gondolom nincsen. Mert az egy külön szabályozás. Ugye a kapcsolattartás, hogy a beszélő az hogy működik és hogy nem működik, vagy a családdal való kapcsolattartás. Mit mondasz azon hangokra, akik megkérdezik tőled, hogy minek nekik színház? Meg nem azért mentek be, meg miért akarik az ő életüket is egy kicsit jobbá tenni? Amivel kezdtük a beszélgetést, gondolom, hogy ilyet is hallasz azért, vagy ezt is megkérdezik tőled? Azért, mert a büntetésben maga az a büntetés, hogyha 6 emberrel együtt, most minket így 5-en bezárnának, nem hosszú időre, csak 5 hónapra veszítenénk el a személyes terünket, és ebben a szobában kéne eltölteni ezt az 5 hónapot. Itt írnánk levelet, itt tennénk szendvicset, itt maszturbálnánk, és itt végeznénk el a dolgunkat, és itt mosakodnánk, mindannyian, az már nem lenne vicces egy idő nem, után. Nem, ez viszonylag hamar nem. És a második napra. Mindenképpen alsó ágyas lenne a statikai okok. Nem dől el. Szóval én ezt mondom ezekre a hangokra, hogy hajrá, hát... Majd ha kipróbáltad, akkor tudod, hogy kellene nekik színes televízió, meg nem tudom, én is hallottam már ilyet, hogy tévét nézni. Igen, tévét néznek. És nézzenek is tévét. Egyébként pedig az a cél, hogy reintegráljuk őket vissza a társadalomba. Mert hogyha egy idő után ki fognak nyílni a kapuk, és ő visszajön, akkor ugye nem az a cél, hogy még vadabb vadat neveljünk valakiből, mint amiért bekerült. Tehát azt gondolom, hogy akkor nagyon is segíteni kell abban, hogy megtalálja ezeket az emberi aspektusokat, illetve hangokat, hogy jobban tudjon kommunikálni, hogy bent iskolába járjon. Arról nem beszél, hogy a színház egy nagyon fontos terápia a pszichének.
tehát mi mindannyian itt kint civilben naponta tudat alatt szerepeket váltunk. A vásárló szerepében, a műsorvezető szerepében, a családapa szerepében, egy csomó szerepben megfordul, ezek bent, ezek elvesznek. Ott csak egy elítélt, hogy is kész. Igen. Hát nincs esélyed, mert hogy nincs lehetőséged életedet szerepet. De az egy egészségtelen dolog a pszichének, tehát hogy azért mentálisan is karban kell tartani az embert. Arról nem beszél, hogy minden embernek szüksége van a sikerre bizonyos mértékben. Az is siker, hogyha jól vásárolok margarint, mert olcsóbb 15 forinttal. Ezt a Jani felé mond, mert erre ő figyel. De ez konkrétan hol volt? Nem mondhatom ki, hogy a termék megjelenítés az most itt nem jön szóba, de tehát, hogy a siker az nagyon fontos, és hát nyilván azért vannak ott, mert hogy az őket sose érte utol. Tehát, hogy arra mindenkinek szüksége van, és az egy nagyon jó dolog. Nyilván ez egy pozitív löket, persze. Abszolút motivál. És valamelyik ügyészségről volt már visszajelzés, hogy látszik rajtuk a fejlődés. Bíró, rátotlan vagyok. Magyar dolgozott Frankóval? Szépen játszott. Azt mondtad, hogy van olyan, amikor belső rendezés van, tehát a rendező maga belülről jön. Igen. Akkor ő elítélt? Nem. Olyan is van természetesen. Kovács Főtörzs mindig vannak. Igen, vagy Kovács Főtörzs asszony, miért is ne, hogyha ő valamiféle szakirányban ő már működött, vagy nagy Isten tanult is ilyesmit, vagy végzett pedagógiát, akkor természetesen foglalkozik ezzel, de azért mindig van a csapatban, és mindig van egy alfa hím, aki viszi magával a többit. Ha szerencsénk van, akkor ez egy jó irányú... Hát megvan a hierarchia nyilván, persze. Így van. De most láttam olyan produkciót, például a Szombathelyek egészen fantasztikus dolgot csináltak, ő meg is nyerte a József Attilában a legjobb alakítás díját, vagy legjobb főszereplő díját, és aki a legjobb főszereplő volt, ő írta magát a darabot. Tehát, hogy és zseniális történet volt. Tehát egy nagyon jó magára írt egy darabot? Tulajdonképpen igen. Igen, de nem csak magára írt, mert azért voltak benne ilyen belső bérés poénok, meg kicsit reflektált a külvilágra, tehát hogy az egy nagyon-nagyon okosan összerakott dolog volt. Németh Ákost hívtam a József Attila Színházba zsűrizni, aki ugye gyakorló drámaíró praktizál, és ő is azt mondta rá, hogy ez egy nagyon jó szerkesztett kis történet volt. Hogy... Hálásak ők ezért egyébként? Nyilván gondolom, igen. Nem? Igen. Hogy lehetőséget kapnak, hogy foglalkoztok velünk. Igen, abszolút. És teljesen másként kommunikálnak. Szóval, hogy abszolút érződik rajtuk, hogy megnyílnak, hogy másként beszélgetnek, akár a kintről jött el, akár egymással. Nagyon-nagyon jó terápia szerintem. Arra van valamiféle kutatás, hogy amikor ők aztán próbálnak integrálódni, vagy visszamenni a társadalomba, akkor nagyobb nem tudom, hatásfokkal sikerül ez nekik, vagy nagyobb százalékkal azok, akik mondjuk részt vesznek ilyen foglalkozáson? Tudok róla, hogy erről lenne bármilyen felmérés. Milyen érdekes lenne, nem? Hogy ezt bebizonyítani, hogy ennek valóban pozitív hatása van. Igen, ez abszolút érdekes lenne. Egy külföldön csináltak ilyet. Külföldön nagyon érdekes törekvésekről hallottam. Tehát Olaszországban volt, azt hiszem Itáliában volt az, amikor olvasniuk kellett az elítélteknek, és meg volt határozva, mint egy 400 oldal fölötti regényeket, és csökkentette a büntetési tételt. Ja, tudom, ez úgy volt, hogy kikérdezték őket, hogy igen, mit olvasol, hát és ha el tudtad mondani, de be kellett számolni, hát be kellett, és ha el tudtad mondani, akkor ugye X nappal, nem tudom, csökkentették. Igen, 48 napot lehetett szerezni összesen ezzel. Kvázi rávették őket, hogy olvassanak. Egy könyv egy nap. Soha nem volt bent a háború és béke. Állandóként volt valamelyiknél. A csendes don mindenki olvasott. A másik helyen Romániában, azt hiszem, román büntetésvégrehajtási intézetekben volt az, ahol írni kellett. Tehát ugyanennek a fordítottja ott. Ha megírtál egy 400 oldalas könyvet, akkor... Igen, de aztán ott is felütötte a fejét a bérmunka és a plágium esete. Tehát, hogy nem, az erről bebizonyosodott, hogy ez nem jó módszer, az olvasás jobb. Na azt nem tudjuk, hogy ugye az a hatása megvan-e, hogyha kijönnek, akkor változik-e, de bent másként kezdenek el viselkedni? Igen. Igen. Tehát jobban, kezelhetőbben, megértik jobban azt, hogy miért vannak bent például. Női esetleg hát a mozdulataik sálladon. Nem, azt nem ettől fogják, megérteni, hanem az egy teljesen más történet. Aha. Azt tudják, hogy miért van. Már nem a bűnt az mondom, a amit elkövettek, azt tudja, hogy a személyisége fejlődik-e, változik-e a pozitív irányban. Igen. De hát egyébként magára a büntetésre szerintem az emberiség évezredek óta nem talál olyan megoldást, amire mindenki azt mondaná, hogy na, ez igen. Tehát mert ez, hogy mindenki máshogy gondolkodik, nem? Hát persze, tehát, hogy nyugaton persze, is tehát, teljesen máshogy gondolkodnak a büntetés végrehajtáson, meg érdemes megnézni az északi országokat, államokat, Norvégia, ugye a skandináv országokat, teljesen más gondolnak arról,
hogy minek milyen eredménye van. Magyarországon is más gondolnak erről. Meg nyilván Törökországban vagy Indiában is. És Törökországban, Indiában vagy a Fülöp-szigeteken. Láttam egy összeállítást, elképesztő, én hogy milyen állapotok van. Maláj börtön. Személyesen láttad? Voltál benne? Tudsz mesélni a tapasztalatokról? Hát, ez húzás. Tehát az nem egészen bent, én a falak fölött voltam, és rálátás volt a Kuala Lumpurban, a metróról rá lehet látni egy nagyon nagy intézményre. És az kutyául nézett ki. Tehát nem mondom, hogy nagyon szeretnék a csillagban hosszú időt tölteni, de az egészen elképesztő. Nem ilyen higiénis meg, hát, amiket, dolgok, vagy mi volt az? Maga az épület állaga, és igen, tehát hogy azon látszott, hogy ott rémes állapotok vannak. Tehát hogyha bármelyik ilyen Midnight Express, vagy Bangkok Hilton és egyéb filmre gondolunk, akkor azért ezeket a keleti, tehát Törökországtól... Uh-huh. Voltál már török börtönben? Nem. Nem, de azok úgy de kemények azok is, hát az Él-Amerika, de hát igen. Tehát erre mondják tényleg azt, hogy a Balázs is kezdte az eleje, és sokan mondják, hogy hát azért vannak ott, hogy bűnhődjenek, nem pedig azért, hogy jól érzek magukat, csak néha ezeket az intézményeket elnéző az embernek az jut az eszébe, hogy nincs bent egyetlen börtönőrsel, hanem csak rájuk zártak a kaput, azt oldjátok meg magatok. Hát igen, ez van ilyen egyébként. Néztem egy börtönökről sorozatot, van, ahova már az őrök sem mennek be, a hierarchia kialakult, és ők maguk oldanak meg mindent egyébként. Igen, csak pont erre mondtam az előbb, hogy előbb-utóbb az a kapu ki fog nyílni, tehát akár 3 év múlva, akár 16, de ki fog sétálni, tehát nem az a cél, hogy amit bezártuk. Igen. Tehát, hogy nem ez lenne a cél. Attól, hogy bent a poloskák közé tesszük, hogy hasonuljon, az nem megoldás. És a miénk menőnek tartják ezt, vagy cikinek, vagy kirőgik a másikat, amikor jelentkezik egy ilyenre? Magát a reakciók. Hát úgy általában igen, az, hogy elmegy Lajos színésznek. Igen, amikor jelentkezik, akkor szerintem kiröhögik. Volt, aki azt is, aki mondta is, tehát hogy a többiek azért beszólogattak neki. De amikor meg eredményt ér el vele, tehát mondjuk egy ilyen területi fordulót, ahol 4 intézmény mérkőzik meg, és azt megnyeri, és kiderül, hogy onnan még tovább jut, már az is nagyon jó, hogy egyet eljutott mondjuk a Baracskai Intézet szombathelyre, tehát hogy az egy elég nagy kirándulás volt, és akkor ott megmutatta magát, 3 másik intézet munkatársa, elítéltje is, a többi látták. Tehát valamiféle fajta, hogy mondjam, egyrészt az, hogy szerepet játszott, másrészt az, hogy sikert ért el ezzel, az nagyon-nagyon fontos volt neki. De hogy onnan tovább jusson még az országos megmérettetésre, és a József Attila Színházban, egy igazi színházban, igazi színpadon, igazi technikával, igazi közönség előtt játszon, az meg aztán végképp motiválóan hat a többiekre. Hát csak belegondolsz, már csak egy utazás érted, úgyhogy mondjuk 5 éve ülsz, és azt mondjuk, hogy ugyan Rabomilban, vagy Rabomilban, de, igen, de kilátsz az ablakból, van a kapcsolatod, kapcsolatod lesz a világgal, tehát hogy ezek tényleg fontos dolgok, és tényleg komoly. Igen. Ha visszaugrunk oda, hogy mi ülünk ebben a bizonyos cellában, te bejössz, a zsűre milyen szerepet tudnál osztani? Biztos ő lenne a technikus, nem? Igen. Amikor a Puciben volt, akkor arról beleolvastam egy interjút, hogy ő is részt vett egyébként, nem tudom, hol töltötte a büntetését. A Budapesti Fegyházős börtönben. Ott volt a stól, de hogy ő is részt vett egyébként a börtönszínházban, hát nyilván... Neki volt valami előélete, nem? Jó, hát színészi vélem, de ez csak, hogy ő segítette egyébként a bent lévőket. Hát a Damuról is, Tiszalökön is csinált előadást bent az előítettekkel. A híres színészek jönnek veled, vagy szívesen vesz? Meg a vacsora csinált. Nem, halatortán vagy amikor fölrúgta a fográcsot, és igen, kicsit kiborult, mert nem ő nyerte a versenyt. Igen. A híres sebb színészek, vagy azok, akiknek már nevük van, szintén szívesen vesznek részt hasonló kezdeményezésben? Igen, sokan. Sokan? Sokakat érdekel, igen. Pogány Jutkának abszolút szívügye, tehát ő ezt nagyon fontosnak tartja. Játszik nálunk 9 éve, játsza Pedig én jó anya voltam című monodrámáját, ami az egyik utolsó magyar halálra ítéltnek az édesanyját játsza benne. És egy 100 perces monológot mond arról, hogy jutottak el odáig, hogy a gyereket felakasztották. Elég kegyetlen és kemény, és ezt nézte meg tökörről 2 tiszt, akik utána bent megcsinálták ennek a fordítottját. Az egyik egyikük megírta, a Klára Katalin megírta azt, hogy mi ment a fiú fejében, amíg a síralomházban várt a büntetés végrehajtására. Az is nagyon durva. És akkor ezt megcsináltuk úgy, hogy mi elvittük Pogány Jutkát Tökörre, ő eljátszotta ott, a 100. előadást ott tartottuk a börtönben, majd kihoztuk a tököllieket a Pince Színházba, és ők meg eljátszották nálunk az ő verziójukat, később pedig összeraktam ezt a 2-t, Pogány Jutka volt az első rész, és a BV-sek volt a második rész. Az nagyon izgalmas volt így egymás után a 2. Az ki volt, Richter Richard?
volt az utolsó talán, akit felakasztottak? Ez Molnár Henrik egészen pontosan, de nem az legutolsó volt, hanem az egyik. Ja, az egyik utolsó. Az utolsó ötben volt mondjuk. Igen. Amikor ők írnak darabot, az általában bent játszódik? Nem feltétlen. Nem. Aha. Nem feltétlen, de sokszor van benne olyan rész, hogy bent, mert az... Mert az a képben van. Igen, és azzal lehet nagyon jókat poénkodni, meg egy kicsit bebeszólogatni a saját rendszerüknek, a külső rendszernek, és egyáltalán... Ilyen szelep jellege, gondolom, igen, működik egy kicsit, igen, nem? Igen, igen. Van olyan, aki kijön és még színészkedni akar, hogy megtalált téged? Hogy neki ezt tetszett, és kipróbálna magát élesben? Most megtalált az egyik. Tényleg? Igen, nem kint. Mennyit volt mindjárt, benne? Ki ja, fog benne. Jönni mindjárt, pillanatok kérdése, és ő neki aktív és profi sportoló volt egyébként, és szöget ütött a fejébe, hogy mi lenne, ha kint ő ezzel foglalkozna. De amúgy nem feltétlen, és nagyon, hogy mondjam, szóval nem, sajnos nem jó arányban tudnak meggyökerezni a visszatérés után. Tehát, hogy csúnya hangzik, de hát kisebb arány találja meg a helyét aztán a társadalomban. De van olyan, a csillagbeli színjátszóim közül van olyan, akiről tudok, ő bejelölt a Facebookon pár évvel ezelőtt, és először nem is tudtam, ezt ismeritek, hiszen titeket aztán jelölgetnek, gondolom, még engem is, tehát kijövök az édes életből, akkor másnap nyilván, hogy a Győzikét rendezem ott, akkor rögtön bejölnek 170. Nyilván, az ugye az ilyen, és akkor az ember megkérdezi Farkas Jennifer-től, hogy mégis honnan ismerjük egymást. Hát nem ismerlek, csak hát láttam egy kis barátnőt, akkor... A Facebookon, hogy valaki ennyi. Bejelöljön. Na mindegy, és így bejelölt az egyik fiú, és akkor kezdtem el kommunikálni, és ő tök jól van, ő azonnal visszatért, és elvégezte a teológiát, és boldogan teljesíti szolgálatát Békés megye és Hajdú megye határán. De jó, milyen érdekes életutak azért. Nagyon jó érzés egyébként. Tehát az, hogy 14-ből egy, az ilyen... Tehát az tényleg, az tök jó. És hogy politikus lehet? Illetve nem politikus, hanem teológus, bocsánat. A Pici Színházban terveztek hasonló darabot most bemutatni? Csak azért, aki esetleg elmenne megnézni egyet, vagy kihozni darabot? Most szeptember 17-én a színházak éjszakája, oda három intézetet hívtam meg. Tehát ott a Tököliek mellett a Budapesti Fegyház és Börtön, illetve az IMEI, ami még izgalmasabb, hogy ez az igazságügyi megfigyelő és elmegyógyító intézet, és az ő színjátszóit fognak bemutatni. Egy elég rövid, de nagyon frappáns és velős produkciót, amit én már láttam. Kemény? Ez egy kabaré tréfa, hát ez attól kemény, hogy ők azért más, hogy mondjam, más szinten működnek, és más szinten kell velük foglalkozni, más módon, de nagyon izgalmas és nagyon profi dolgot csináltak. Tehát nagyon, nekem nagyon tetszett. Egy 10 perces jelenet, amit érdemes megnézni. Milyen érdekes ezt hallani, nem? Hogy ilyenek is vannak. Szerintem sok embernek, akik ezt nem is gondolták nem, igen, volna. Nem, nem tudnak róla. Nem tudnak róla, nem szerintem. Tudnak róla igen, emberek, igen, és fontos egyébként kommunikálni a külvilág felé, szerintem. Zsolt, nagyon szépen köszönjük, én hogy itt voltál. További vidám típusú. Reggelt, vagy vidámabbat. Más típusú beszélgetés volt, de mi ezért csinálunk? Mi ezért csinálunk ilyeneket? Szerintem kell néha ilyen dolgokról is beszélni. Frankor Zsolt színész rendező, a Pince Színház kulturális menedzsere. Köszönjük szépen, Zsolt, hogy itt voltál. Magyar Hangok. Sebestyén Balázs, Rákóczi Ferenc és Vadon János. Hölgyeim és uraim, ez a Morning Show a Klassz FM-en.